Hallotok mindent, és láttok is mindent, és a PS4-ről folytathatjuk a Night in the Woods végigjátszását. Hát ma van a játékban szerintem az első alkalom, amikor nem túlzottan boldogan ülök le ide játszani vele, mert azért hát egy elég szomorú dolog történt az előző epizódban. Nem tudom, hogy mennyire voltatok tanúi ennek, vagy kevésbé. Miért mondta az ASD a teszt hang? Hát... hát hogyha... Nem tudom, tesztelni akarod a billentyűzetet, vagy mondjuk egy kitöltendő mezőt, mondjuk teszteléskor, vagy mit tudom én. Ha valamit írni kell, és nincs mit írnod, akkor az ASD-t szoktad írni, ha ez ugyanúgy működhet mikrofon tesztre is. Igazából csak azt kell megnézni, hogy amikor elkezdek beszélni, akkor a méter felmegye, tudod? Meg amikor abba hagyom, akkor a méter lemegye. Tehát csak ennyire szolgál. Szeretnéd, hogy más teszt hang legyen? Üdvözlök mindenkit, aki közben jön. Fú, tehát igen, elég szomorú dolgok történtek, elég megrázó dolgok történtek az előző epizódnak a végén. Szia Lara, üdvözöllek. Azt hittem, hogy van jelentőség. Milyen jelentősége lenne? Hát nem, mert hogyha valamit be kell írnod, de nincs mit beírnod, akkor ASDF, ASD, AS, ASDF. Tehát ilyeneket írogatsz be, nem? Lila legyen a teszt hangom. Felejtős. Soha. Na, jó, Night in the Woods epizód 12 következik, méről nem tudjuk, hogy hol van, fogalmunk sincs, hogy hová tűnt el. Amikor az előző epizód végén a kis csapat felment az erdőbe, hogy nyomozzon ugye az eltűnt gyerek után, akit a kísértet lehetségesen elrabolt, mindjárt kicsit visszább veszek a mikrofonból. Tehát amikor felmentünk nyomozni, itt meg egy kicsit feljebb veszek a hangokból, ott is feljebb veszek a hangból, ASD, nekem hangom még nem nagyon van. Felmentünk nyomozni, és rábukkantunk valamilyen titkos társaságra. Jó, te persze, hogy a Lillára szavaznál, mert neked a feleséged is Lilla. Hát így nem csodálom, hát így elkezdeném ordibálni itt, hogy Lilla, Lilla, és akkor... Mi az, hogy kicsit hangos he? Mi az, hogy he? Honnan jöttél he? Nézd meg, hát átmentünk parasztba, he! Dehogy sok a játék hangere, ez egy csodálatos zene. De nem akarom elkezdeni, basszus. He! Gondoltam, hogy jobban észreveszed, he! Jó, na. Oké, hát majd meglátjuk játék közül, hogy milyen lesz a hangerő. Tehát, hogy találtunk egy titkos szektát, most már csak végigmondom. Aj, basszus, nem akarom. Nem akarom befejezni ezt a játékot, én minden este ezzel akarok játszani. Folytatás. Okay, he. Szóval itt van mindenki, ugye? Király. Yep. Haver, te sokkal jobb vagy ebben, mint én. Hát, én nem vagyok ilyen jó, gyakorlatilag semmiben, mondja B. Még mindig sokat játszom. Nézd, amúgy olyan, mintha egy PS kontroller lenne a kezében. Ilyen régi PS kontroller. Oké, szóval, hogy egy csomó öreg játékom, régi játékom van otthon, mert hogy gyűjtöm őket. Soha nem voltam még nálatok. Nem viszek oda senkit, mondja Germ. Titok? Titkos? Egy fában élek. Én azt elhinném. Jó, hát végül is madár. Madarak odvakban élnek, nem? Oké, hát... Szóval meghalt. Nincs ötletem, nem válaszolnak a szülei. Az rossz. Méről beszélünk, ugyanis... Talán a kórházban vannak? Az a kettes. Ugyanis nem tudjuk, hogy... Fészekben? Hát de lakhatnak odúban. Oda is lehet fészket rakni. Odúkban, nem odvakban, de odvakban. He! De most miért szóltok be minden egyes szavamra? Hát nem lehetne élvezni a játékot? Egy nagyon szomorú résznél vagyunk. Kéretik komolyan venni. Megnézheted a többi endinget is akár, hogyha ennyire tetszik ez a játék. Köszönöm, már több módon is végigjátszottam. Na, jól van. Szavazatok. Mit mondjunk? Hogy ez rossz, hogy nem válaszolnak a szülők, vagy pedig azt mondjuk, hogy ez volt az egyes, vagy a kettes, hogy talán a kórházban vannak. He! Én meg iszok egy kortyot. Na. Talán a hangomat is visszanyerem még a stream végére. Egy, ennyi?
És hogyha a kórházban vannak, hát ki tudja? Honnan tudjuk, hogy nem történt valami rossz esetleg? Egy, he! Kettő, 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 kettő. Talán a kórházban vannak. Lehet, hogy agyhalott vagy valami, mondja B. Jobban, mint általában. Haver. Bocsi, ez viccesen hangzott, viccesebben hangzott a fejemben. Jeez. Nem láttam a csávót odakint. Kint volt az épület, vagy az otthonom előtt, az otthonom épülete előtt múlt éjszaka, későn éjszaka. Van bármi ötletet, hogy kik ezek a fickók? Egyes. Hívtad a zsarukat? Kettes. Szavazzatok, szavaz, Sosi, üdvözöllek. Egy, kettő, egy, egy. Kettő. Egy. Dupla annyi egyes van, oké. Van bármi ötleted, hogy kik ezek a fickók? Abszolút nulla. Nincs semmi ötletem. Nem tudok kitalálni semmiféle magyarázatot, ami nem őrültség. Hát most már hamarabb sötétedik. Mit fogunk csinálni Greggel? Itt van Angus. Oké, szóval vannak brownik. Van nálunk egy csomó szénsavas üdítőital. Hey, kapitány. Szavasz bogaram, mondja. Elég furcsa ez a bug. Lehet, hogy külföldi jobban hangzik, mint magyarul. Szóval, mit csinálsz? Három vacsorát egyszerre? Hát a brownik éppen sülnek már a sütőben. Arra gondolok, hogy lazanyét is készíthetnék. Amit elfelejtettünk a múltkor. Mi? Van az anyjénk? Egyes. Mi? A brownival kombinálva az egy jó kombó? Kettes. Szavazzatok. Aztán remélem, hogy jól ejtem egyébként. Egy, egy, kettő, kettő, egy. Nem vagyok egy nagy olasz étel mágus. De bezzeg itt van egyébként Újvi, aki biztos, hogy minden olasz ételt is megsütött már életében. Tényleg, te tudsz pizzát sütni, Újvi? Holnap szeretnék házira készíteni. Mondjuk igazából csak a tészta receptje érdekel, a többi annyira nem, mert amúgy meg ananász, meg sajt, tehát így semmi nem kell rá. Persze nem nehéz. Hallod, nem akarod nekem leírni, hogy hogy kell csinálni? Ha nem a chatre, akkor privátban vagy valahol, bárhova. Oké. ugyanannyi egyes érkezett, mint kettes. A brownie meg a lasagna az jó kombó. Hát, nem voltunk boltban már egy hete. Pizzára ananász? Ananászra pizza. Kizárólag. Édesem, talán aludnod kellene menni, vagy valami ilyesmi. Te se üvöltél az elmúlt 24 órában. A jó vacsorától mindenki jobban érzi magát. Valakinek vigyázni kell majd rád. Hát... Haver, most az egyszer hadd vigyázzak inkább én rád. Ez a dolog, amit csinálok? Ez segít. Oké, hát az király. Túl leszünk majd ezen is. Mind a ketten ugyanazt mondják. Meg hogy szeretik egymást. Ó. Valószínűleg a világban is sokkal jobb megítélése lenne a homoszexuálisoknak, hogyha mindenféle állatképében lennének, nem? Ez egy szélsőséges mondat volt? Mert amúgy cukinak gondoltam először, de aztán lehet, hogy az állat összehasonlítás. Nem, sokkal... Nem, menjünk vissza. Tehát, hogyha nem a homoszexuálisokról beszélünk, hanem az emberekről, valószínűleg sokkal jobb lenne az egymás felé való megítélésünk, hogyha állatképében jelennénk meg. Bocsánat. Szóval, régebben deszkáztam. De nem voltam benne szuper jó. Én deszkázom, mert deszkás vagyok. Skate and destroy. ez volt kiírva, nem? Igen, hogy deszkáz és pusztíts. Az erőimet jóra használom. Hát jó. Srácok, ez egy elég rossz szituáció. Yep. Yep. Yes, sir. Várjátok, mindenki kussoljon. Hoppá. Szia, Csaba, jó ét. Valaki mászkál az ajtó előtt. Mi van?
Én is hallottam. Komolyan, mi van? Valaki áll kint az ajtó előtt. Mi? Mindenki gyorsan, nagyon csöndes. Szarás. Ki van az ajtó előtt? És ott van mi? Ahogy feltápászkodik az erdő mélyén. Oh shit. Szevasz Panther, üdvözöllek. És most vajon meglőtték? Vagy mi az Isten történt vele? Ez már a város. A város széle. Itt vannak ezek az oszlopok, de eddig itt nem növények voltak, nem? Hogy? Hova megyünk? Hogy meghalt volna? Ezek az emlékeiben vannak? Visszavette a parkolót a természet? Vagy mi? Ki vannak dőlve az oszlopok? Vagy legalábbis meg vannak hajolva. Ez az utca, ez nem rémlik nekem, szerintem itt nem jártunk, vagy valahol máshol vagyunk. Nem akarja valaki elküldeni nekem Discordon? Ctrl-C, Ctrl-V-vel? Egy elég, nem kell spamelni. Köszönöm amúgy, ha valaki elküldi. Jaj, ne, összeesik. Leül a földre és... Mi a fene történik? Köszönöm, megkaptam 3 helyről is, köszi. 4-ről, jó. Mondtam, hogy egy eléggel. Köszönöm szépen, srácok. Van még valaki, aki nem küldt el? Mert akkor még jöhet. Köszi szépen. A jó Isten itt van. Ebben a szobában. Én hiszek ebben. Ezekben az időkben... Micsoda, hívhatjuk és tudhatjuk azt, hogy a sírásunkat meghallják. Szipog. Az az anyukánk. De mi, meghalt a mi? Senki nem mond semmit. Amíg itt vagyunk, talán valaki akarna mondani valamit méről. Igen, az kedves lenne. Mi a barátom? Mondja Lóriám. Kérlek, jó Isten, hadd legyen jól. Ő igazán egy kedves személy. Még akkor is, hogyha nem tudja. Írtam egy rész neki a filmben, amit el akarok készíteni. Az a címe, hogy Thrill Kill Witch Cult. Tudom, hogy örülne ennek, mondja Fater. De ki is vagy még egyszer? Lori Mayers. Lorian. Köszönöm szépen, Lori. Ebből kb. 16 darab pizza buci jön ki majd. Hozd el a mennyiséget, hogy mennyit szeretnél. 16 darab pizza buci? Hát az rengeteg. Nekem mondjuk egy is elég. De mondjuk mekkora pizzák ezek? Mert hogyha mondjuk én tenyérnyi ízék, egy étkezés. Érted? Na, szóval valaki más? Mi egy jó lány? Ez a... az kicsoda? Ez ki az ott a bal szélen? Felismeritek, hogy ki az a macska a bal szélen? Az a bácsi, az nem... Nem a szomszéd bácsi, aki izé, akivel nem voltunk jóban. 26 cm-re lehet kinyújtani egyet. Az jó, azt a számot amúgy is könnyen kimérem. Köszönöm, Újvi. Nagy király vagy. Köszönöm, köszönöm. Az egyik zenész. Nem, ő Mr. Chazokov, igen. Vele együtt felfedeztük a csillagokat, és annyira imádott hallni róluk. Sajnálom, és elsírja magát. Hát igen, ez nehéz lehet. Valaki más? Ott van Selmers. Azt mondja, hogy mindig úgy ismertem mét,
mint a kölyök az utca végéről. Egy kicsit fiatalabb, mint én, de kemény. Én is keresztül mentem ezen az elmúlt években, de mire gondol? Jézusom, micsoda? Hogy függőségek, börtön, rehabilitáció, válás, és csak azt gondolom, hogy ez nem fair, hogy mások helyett mének kell problémájának lennie legalábbis. Hát hol van ebben az Isten? Hol van a magasabb hatalom? Ez az egész egy nagy lószar. Köszönjük, Szálma! Anyukánk és apukánk nem mond semmit. És más valaki? Én is fogok mondani valakit. Ez a szomszéd bácsi. Méborowski, ez a menesz, az mi ez a szó? Mindegy, mondjuk azt, hogy Méborowski mindig egy isten csapása volt, és ráhívtam a rendőröket több, mint egyszer. Remélem felébred, és megtanulja a leckét. Ennyit szeretnék mondani. Oké. Okay. Köszönjük, William. Én is beszélek, mondja a kecske ember. Hajrá! Mi mindannyiunk lánya volt itt a tömbben, háztömbben. Csak a magad nevében beszélj, mondja a krokodátor úr. Néha az emberek rossz helyen vannak, rossz időben. Remélem, hogy hamarosan megtudjuk, hogy pontosan mi történt vele. Ó, tudjuk már. A barátai elmondták nekünk. Igen, kint voltak az erdőben éjszaka. A közép főút, tehát a középső főútnak a végén mentek fel, és valaki ott volt kint, aki illegálisan vadászott, és rájuk lőttek, és aztán mély elesett, és aha, valószínűleg keresztül esett milliószor egy millió dolgon, és elég az is, hogyha rosszul landolsz a végén, és hát remélem hamarosan felébred és elmondja az egészet, el fogja mesélni. Meglátjuk, hogy hát ha emlékszik, hogy ki csinálta. Biztos vagyok benne, hogy itt van a karbantartó, a janitor is. És átrendeződik a helyszín. Szia Charmy, jó estét, mi a helyzet, szavasz Killer Gabesz. Nem vennész fel a csillagokat, de Mr. Chazokov volt, igen, igazad volt. Ó, sajnálom, nem akartam zavarni. Mi történt ezzel? Kérdezi a karbantartó. Ismerjük magát? Azért jött, hogy takarítson? Nem, meg kéne javítanom egy ajtót. Itt bent? Nem. Oké, hát... jó lesz amúgy. Legalábbis mára. Mi? Mi? Maga kicsoda? Hát én vagyok a karbantartó, és ezzel elmegy. Mi van ezzel? A ház elment. Mi? Ezt mi mondja? Mi? Ó, hála Istennek. Mit mondtál mi? Hogy a ház meghalt. Micsoda halt meg, édesem? Mi? Minden. Ó. Valami nagyon nincs rendben most. Lehet, hogy ez az egész csak mély fejében játszódik le? Fel fogunk ébredni otthon? Mi történik? Kint vagyok a ház előtt. És így kell végig bandukolnom. Az egészen. Hát mi nagyon nincs jól. Most nem tudom, hogy ezek a részek vajon megtörtént? Ez a rész vajon éppen megtörténik? Vagy most a balesetből támolyog éppen haza? Mi a fene lehet? Szerintetek mi történt? Mit gondoltok egyébként? Na jó, inkább nem. Inkább nem kérdezem meg, inkább maradjunk annál, hogy szerintetek mi történt? Már aki látta az előző epizódot. Sérült, sebláz.
Szerinted megtörtént? Itt volt egy ajtó még, ezt megnézzük. Mi van szegény mével? Nem láttad az utolsó részt. Mi Charmy? Szarás. Greg? Szent Isten, mi? Mi az? Ja, hát ugye oda bent meg totál beparáztuk, hogy kiáll az ajtó előtt. Szent szar, haver. Azt hittem, hogy meghalsz. Vagyis, hogy meghaltál. Nem, még nem. Visszatértél az életbe. Én nem hiszem, hogy halott volt, mondja pizza party! Hát elég szarul érzem magam. Le kéne feküdnöd. Aludhatsz az ágyunkban. Furán érzem magam attól. Mi lenne, hogyha a kanapén aludnék? Abba kell hagynom a játszást, kérdezi közben German. Nem, a zajok azok jók lesznek. Köszönöm. Mondjam én, és ezzel lefekszik aludni. Anyukája azt mondta, hogy teljesen rendben van, ha itt tartjuk. Én majd később haza viszem. Ugye B autóval van. Szóval, de miért jön ide autóval egyébként? Hiszen itt vagyunk nagyon közel az ott, na mindegy. Egy fél utcára vagyunk amúgy. Szóval ő csak úgy kijött a házából és ide bandukolt. Igen, és egészen eljött idáig, jeez. Szerencsés, hogy nem ájult el sehol. Én aztán remélem, hogy jól van. Én is. Mert ő amúgy egy jó személy, egy jó ember. Mind a ketten, azt mondja, hogy no. Mert az szerintem, hogyha így mondja, akkor azt nem fogják felismerni a kísértetek. Az nem nyalóka, az egy cigi. Charmy. Az a lány folyton cigizik. Micsoda? Ezt nem fogom tudni kiejteni nektek, de az a lényeg, hogyha... Igen, tehát így kevésbé zajos, hogyha így beszélnek. Szóval mennyire jól ismered ezt a fickót, kérdezi B. Hát rendelünk pizzát így nem tudom kétszer egy héten, legalább. Oké. Ja, mióta a Pestabilities bezárt, azóta keresztül, tehát ugye az autópálya másik oldaláról kell rendelni. Azt hittem, hogy ti ketten próbáltok félretenni pénzt. Micsoda? Ha! Ne ítéld el az éles stílusunkat, B. Oké, hát... egészen addig, amíg biztosak vagyunk benne, hogy a kifutó fiú az biztonságos. Felismerem a kulcsikon keresztül, mondja Angus. Hogyha nem ő az, akkor azonnal lekapcsoljuk a fényeket, és... Gondolom addig bujkálunk itt, amíg meg nem halunk. Oké, hát... Én rendben vagyok vele, amíg van tervünk. Hello. Nézd csak, ki ébredt fel. Ő az, a pizzás csávó. Megjött a pizza. Remélem, hogy a pizzás csávó az. Ó! Látjátok, hogy mennyi ananász van rajta? Azonnal elveszünk egy szeletet. Milyen kicsit szarul van. Ő nem nagyon bír enni. Szóval mi történt? Hívtuk a zsarukat. De akkor az nem is úgy történt, ahogy mi arra emlékeztünk. Igen, mert Aunt Molly volt, ugye? A nagynénénk Molly. Ő volt az, meg valami csávó, akik kihaláztak minket az erdőből. Hát ilyen kómában voltál. Meghaltál, kérdezi Greg. Nem, csak így szundítottam egy jó hosszút. Az király. Ja, király, mondja B. Biztos, hogy azt megeszem még? Nem, nagyon szarul van. Nem bír enni. Szóval volt ez az álmom, vagy hát ilyen látomásom. Vagy lehet, hogy időutaztam. Nem tudom. Így... in and out of consciousness. Tehát, hogy... Nem tudom, hogy mondjam ezt. Tehát, hogy néha magamnál vagyok, néha nem. Nem tudsz enni? Kérdi Greg. Enned kellene, mondja B. Hát nem tudom, hogy tudok-e.
Jaj, szegény, milyen szarul van. Ne haragudj, anya. Azt mondja anyukánk, hogy halálra rémítettél minket, édesanyám. Ne haragudj, anya. Elmegyünk és hazahozunk. Nem, tök király. Én inkább csak itt fogok aludni. Bi is ott van? Bi is itt van, igen. Oké. Hazamegyek reggel. Ne, Bi... Bi majd... Na, kérd meg, hogy hozzon haza. Úgy lesz. Mi? Tudom. Hívd fel minket, hogyha haza akarsz jönni. Oké. Úgy lesz. Szeretlek, anya. Szeretlek, édesem. De cukik amúgy. Alig bír járni. Mi van Angus-szal? Szeretnél egy brownie-t? Nem, nem igazán tudok most tenni. Hát, annyira hányingere van, hogy okádna, de nincs semmi a hasában, szóval... Ki okádná a gyomrát, meg a belejét. A belejét, igen. Ó, rendben, szóval... Szükséged van a belejédre. Hát legalábbis mostanra. El lehet itt menni jobbra? Nem, ez a konyha vége. Oké, iszom egy kortyot. Tök jó lenne kideríteni, hogy mi a fene történt. Az biztos, hogy üldöztek minket, de... De most tényleg rálőttek? De hogyha rálőttek... Nem, szerintem csak leeshettünk, nem? Haver, biztos vagy benne, hogy jól vagy? Ja, gondolom. Nem igazán. Hát nagyon aggódtam. Helyesen tetted, hogy aggódtál, mert rossz volt. Ja. Soha többet ne sérülj meg súlyosan, rendben? Egyáltalán mi volt ez a játék, kérdezik Jerm-től. Mi? Werewolf Shred the Gnar 3? Az nem tudom, micsoda. Wow, hát ezt Casey-nél játszottam még évekkel ezelőtt. Én is játszottam tegnap. Otthon. Az király. Nem lehetne, hogy mindannyian aludni menjünk? Egyes. Kicsit körbe megyek itt az apartmanatokban. Kettes. Szavazzatok. Most se szándékosan sérült meg súlyosan? Hát nem. Hát nem. De szerintem Greg csak azt akarta kifejezni, hogy vigyázzon magára, nem? Mert hogy amúgy szereti meg, hogy aggódott érte. Kettes? Mászkáljunk még? Oké. Hát ezért van itt, mondja Greg. Ott van még Bi is a másik szobában. Van itt vétel? Valamilyen hullámot keres, nem tudjuk milyen szignál. Ja, igen, wifi. Á, oké. Micsoda? Egy mentális, tehát ilyen belső térképe van az összes wifi spotról a városban. Micsoda? De most miért kérdezzük ezt, hogy... What is it with Possum Springs and no signal? Mi? Ezt ti tudjátok értelmezni? Tehát mi van? Ez a vid szó az ami totálisan összezavar engem, hogy mi van vele? De akkor meg ez itt van rossz helyen, nem? Hogy kell ezt értelmezni? Nem mindegy, szóval, hogy Possum Springs és nincsen wifi. Hát itt a dombokon. Ja, tehát az volt a kérdése, hogy mi van azokon a helyeken. Mi van a faluval és a nincs wifi-vel, cinikusan. Lehet, hogy úgy. Aha, lehet, hogy igazad van. Igen, mert hogy nem vagyunk elég nagy város, hogy ilyen tornyaink legyenek, meg ilyesmi. Ha. Hey, igen. Hát, hogyha mindannyian életben vagyunk, akkor... Többet kéne egy picit lógnunk. Én azt hittem, hogy eléggé idegesítőnek gondolsz.
Én elfogadom az E-t. De aranyos. Na, Bi is tök jó arc egyébként. Kicsit sajnálom, hogy nem vele kezdtük a végigjátszást, hanem Greggel, de majd egyszer megnézzük a másik oldalt is, hogyha szeretnétek. Én nagyon szeretem ezt a játékot, úgyhogy bármikor szívesen játszok vele. Hát szerintem alszunk, igen, mert már megnéztünk mindent is. Hey! Mindenki az ágyba azonnal, szent szar. Akkor találkozunk holnap. Biztos vagy benne, hogy biztonságos most elmenni? Hát számomra legalábbis biztonságosabb. Senki nem követett. És nem voltam az erdőben a múlt este. Ó, igaz. Majd szétnézek. Valamint, hogy nyitott szemmel megyek. Mármint, hogy odafigyelek. Azt hiszem. Ja, és van nálam egy buzogány? Micsoda? Egy buzogányt hordasz magaddal? Hát, mióta az a fickó követett hazáig egy este. Ó, igen. Hey, mi? Igen, John. Pillanat, csak valami furcsa hang van itt nálam. Ja, csak a fűtés kapcsolatban. Oké. Tehát mi lenne a teljes neved? Igen, hogy a mi az minek a rövidítése? Pont, 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 pont. Ó, Margaret. Wow. Ezt nem is tudtuk eddig. Hogy a May Borowski az a Margaréta magyarul. Hát Margit. Nagyon szép neve van. Jó. De egyébként J-vel is lehet ejteni. Wow. Jelzd magadra. Meg lehetne Margeri. Úgy is lehetne. Vigyázz magadra, Margit. Te is, Jeremiás. Ó, és úgy alszanak, hogy... De cukik, hey. Hey, Greg. Beja meg Margit. Igen, ők ketten barátnők lennének, hogyha nem Greggel. Aki meg... a Gregorinak van egyébként magyar megfelelője. Gregorián az biztos nincs. Lehet, hogy Frigyes. Nem, a György az nem jó. Szerintem Frigyes. Gergely? Jó, akkor Gergő a barátunk. Összeraktam. Bi olyasmit mondhatott, hogy a falu térképen minden helyet ismer, ahol van hotspot. Erre kérdeztem még, hogy mi van a falu azon helyével, ahol nincs wifi, nem? Aha. Igen, igen, ezt kérdeztem. Igen, 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 igen. Igen, közben már Eldirand is felvilágosított itt közben. Szóval ébren vagy? Kérdezi mi? Aha. Tudod, hogy miért vertem szarrá Andy Coolant 6 évvel ezelőtt? Cullant, bocsánat. Hát, annak idején azt mondtad, hogy totálisan megőrültél, és... De gondolom, ez nem egy igazi indok. Azt a játékot játszottam, ahol kísértetekkel kellett randizni. Arra emlékszem, volt egy nagyon sexy csontvázam. Alistair, vagy valami ilyesminek hívták. Igen. Rendesen rákrásoltál azokra a csontokra. 24/7-ben játszottam. Amíg ezen a délutánon is hirtelen valami tönkre ment. Csak így pixelek maradtak. A gépet tönkre ment? Nem, hát ugye a valóság ment tönkre. A karakterek a képernyőmön. Úgy éreztem, mintha ismertem volna őket, de mintha már nem lennének emberek többé, csak alakok csupán. És a vonalaik... Csak dolgok voltak, amiket valakik megírtak, és soha nem is léteztek, soha nem voltak érzéseik, soha nem is létezhettek. És olyan szomorú volt, hogy mint hogyha elvesztettem volna ezeket az igazi embereket, és az egész dolog, amink volt, ez csak én voltam egyedül. És ahogy beütött ez a realizáció, tehát hogy rádöbbent erre. Tehát, hogy ez így kijött a screenből, és így a képernyőről, és így behasított neki az életében.
Nem, szerintem arra mondja, hogy felállt a géptől, kiment, oda ment a fához, ami a házával szemben van. Minden nap ránézett, ugye, és olyan volt, mint egy barát, aki az ablakon kívül van, és most pedig csak egy dolog volt, csak egy dolog, ami csak úgy ott volt, ami növekedett, megevett, és csak ott volt, és minden, amit éreztem a fával kapcsolatosan, csak az én fejemben volt, és aztán volt egy csávó, aki arra sétált, és ő is csak ilyen alakokból volt, vagy hogy mondjam. Egy ilyen mozgó csomó valami, és én meg sírtam, mert semmi nem volt számomra ott már többé. Csak dolgok voltak, dolgok az univerzumban, csak halott dolgok, haver, és azt miért nem mondtad el nekem? Nem tudom, hát mit mondhattam volna? Ez az egész a softball játék előtt történt egy nappal. Hát én ott voltam a stands, az nem tudom, hogy mi lehet. Stands. Nem lehet, hogy mindegy, ott volt valahol szerintem a softball match lelátók. Én is azokra gondoltam, igen, mert azok úgy ott állnak a pálya mellett, és ja, de mindegy, ott voltam a lelátót, és lelátón is végignéztem, ahogy csináld, és totálisan megrémültem, érted? Vagy tőled. Amikor Andy felállt, vagy fellépett valahova, az olyan volt, hogy ő is csak alakokból állt, néhány vonalból, amit valaki megírt volna. Mint hogyha nem lenne benne semmi, és annyira megijedtem, meg haraggal töltött el, hogy nem tudom. Mielőtt nem tudom, így realizáltam volna, hogy mi történik, már is ott voltam fölötte, és ütöttem az arcát azzal a ne, az ütővel, és csak alakok, vörös alakok a fűvön végig. Azért nem volt ott annyira sok vér. Ó, jó Isten, de hát szanaszét véreztettem mindenhol ott a helyen, Greg, és kíváncsi vagyok, hogy vajon ő kíváncsi volt-e, hogy miért, hogy mit tett, amiért ezt érdemli. Hát valószínűleg egy cseglyuk volt. Nem, haver, nem ismertem őt, téged sem ismertelek. Hát és aztán el kellett menned a terápiára. Ja, a Dr. Hank, meg a naplóírás. Dr. Hank, jaj, ne, most komoly! Egyszer elrontotta az egyik fogtömésemet. Tehát akkor most van egy darab orvos a városban, aki mindenkit minden problémájával ellát. Tehát, hogy akkor ő a fogorvos, ő a házi orvos, és ő a gyógyszerész, pszichiáter, pszichológus, minden egyben, azt a mindenit, mert ennyire kicsi a város. Igen, hát nem jó abban, amit csinál. És ráadásul ő is egy rossz orvos ezek szerint. Aha, ami érthető, mert hogy mindent kell csinálnia. Ja, azt akartam megkérdezni, hogy ez a napló dolog, ez működött neked? Hát olyasmi. Segít megragadni dolgokat és egy helyen tartani őket. Wow. De mióta az a csomó dolog történt akkoriban, amikor egyedül vagyok egy új helyen, akkor az egész csak alakok. Mint hogyha megint a softball játéknál lennénk. Egy ideig jó voltam az egyetemen, tehát ott kitartottam meg minden. Az egyetem a lúzereknek való. Haver, figyelj egy kicsit, oké? Okay? Bocsi. Szóval, hogy nem tudtam barátokat szerezni. Csak ott voltam kint. Vagy mi? Ja, féltem attól, hogy kint legyek, vagy hogy egyedül legyek emberek mellett, és ott volt ez a szobor. Valaminek az alapítójáról. Egy nagyon szar szobor. Hát így totálisan rozsdás fémből volt, és itt voltak ezek az alakok. És ő meg így mutatott le rám, és annyira meg voltam ijedve, hogy nem mentem ki a kolesz szobámból, nem is ettem, vagy egész pizzákat ettem meg egyszerre. Micsoda, hogy én... Oh shit.
ilyen köhögő szirupot ivott, hogy aludjon folyamatosan. Ez nem az a köptető izé, amit a Gabi mondott a múltkor, hogy Amerikában nagyon rá vannak erre függve az emberek? Szerintem ez pontosan ugyanaz, csak nem akarták leírni a termék nevét. De ez ugyanaz lehet. Ja, csak nem tudom már megmondani, hogy mi volt annak a neve. Szálljatok be a giveaway-be egyébként éjfélkor, vagy a játék után sorsolok majd. Oké, hát végül sikerült elég bátorságot gyűjtenem, hogy ott hagyjam ezt a helyet, és aztán hazajöttem, amikor, vagyis hogy ahol minden rendben van. Ahol ismertem mindenkit, és nem minden, csak ilyen halott alakok voltak, akik figyelnek. Jó Isten, haver. Valami eltört a fejemben, az életemben. Mének nagyon súlyos gondjai vannak. De egyébként Gregnek is. Ezzel kapcsolatban, tehát így most a játék végén, amiket mond, itt eddig szerintem így sejteni lehetett, de ezek már nagyon komoly dolgok, amiket mond, és nagyon sokat elmond a városról is az, hogy csak egyetlen egy orvos van, aki mindenkit el kell, hogy lásson. Haver, hívnod kellett volna, eljöttünk volna és megmentettünk volna. Elraboltunk volna. Hát nem is tudtam, tehát így nem is igazán tudtam hazatelefonálni, nem is tudtam beszélni senkivel, és nem is tudom, hogy miért. Longest Night-ra haza sem jöttem. Ott maradtam a szobámban, az ágyban. Hát ez szörnyű, haver. Azt gondoltam, hogy amikor hazajövök, akkor annyira biztonságban érezném magam, és néhány napig mindennek volt is értelme, és aztán az az egész, és haver, jól leszel. Annyira félek, Greg. Tudom. Mindannyian félünk most. Aludnod kell. Itt leszek egész este. De rendes. Én... Pont, pont, pont. És ő már alszik is. nagyon kemény. És utána felkelünk, és... Viszlát, srácok. Szeretlek titeket. Hova megy mi? A lyukban, mindennek a közepén. Hogy ezt csak álmodta volna? Nem, szerintem mi most fogja magát és nekivág az erdőnek, de miért? Ott van már az elhagyott csillék mellett a bányáknál fent, ahol megtaláltuk a szektát a múltkor. Oh shit, és ott van a csávó. Ott van a kísértete vele szemben. Ez az első alkalom, amikor szembe áll vele. Mi vagy te? Egy kísértet vagy? Vagy csak egy fickó? Mi ez a dolog a fejemben? Te csinálod ezt velem? Miért történik ez velem? Beszélj! Jó, hát akkor csináljuk. Wow! Mi a fene? Ott vannak a többiek is. Szép lövés volt. Hát nem a vállára céloztam. Kicsezetül lelőttél. De segjük. Takarodj el tőle. Ezt most miért mondja Angus, hogy mi hárman vagyunk, te meg egyen, te köcsög, erre gondol? Ja, és nekünk bizony nem áll ki a testünkből semmilyen. Azt fordítja, hogy kicsezettül megöllek. Is. És elkezd futni. Hát jó, akkor a kis barátaink szerintem eljöttek, hogy végig kísérjenek minket ezen. Jól vagy, haver? Egyes. Ti meg honnan tudtátok, kettes? Mit csináltok? Vagy hát valami ilyesminek a... Na, ilyesmilyen nem mondott befejezése. Szavazzatok.
Nem akarja barátait bajba sodorni, egyedül akarja lezárni, lehetséges. De hát erre nem lesz esélye, már mélynek úgy tűnik, hogy itt van mindenki is. Egyes? Honnan tudtátok? Itt a barom, miért vagy ki itt kint egyedül? Hát volt egy álmom, egyes. Ez az egész miattam van, kettes, szerintetek? De jó, akkor írtam még be pont. Ez az egész miattam van. Ó, ja, haver, az egész a te imád. Egyértelműen te csináltad, hogy ezek a fickók itt creepeljenek. Erre nem tudom, hogy mi lenne a jó magyar szó. Ja, hát ez a creeping, ezt tudjátok mi, hát ilyen ijesztő dolgokat csinál, így mászkál a környéken, megfigyel, stalkol, meg minden olyat csinál, amitől te beszarnál. Véletlen más-más voltam be. Mit? Én nem láttam, hogy valamit bemásoltál volna. Nem, kettest írtál, nem jött be, amit... Lehet, hogy túl hosszú volt, mert mi nem kaptuk meg. Oké, ja, szóval, hogy nem... Egyetemen te csináltad meg, hogy ott kövessenek, meg hogy valakit talán elraboljanak. Igen, az agyi irányító hatalmaddal tudtad ezt megcsinálni. Mind control power. Ez a fickó, az álmaimban van, haver. Nem kell ezt megcsinálnod. Nem igazán értek mindent, ami veled történik, és nem mondom azt, hogy nem történik. Én hiszek neked, oké? Tényleg. De ne hallj meg itt, jó? Nem fogod ezt tenni velem, oké? De haver, én egyes, oké, kettes, szavazzatok. Wrestling volt, uti? Discordon, kérlek. 1-2-2-1. Akkor az egyes. Nem, kettes. Most már regál. Vigye megcsinálta az regált nekünk. Valaki szavazna még? Utolsó dönt. Kettes. Oké. Okay. A legjobb barátok vagyunk már kb. Örök idők óta. Nagy barom idióta. És hogyha ez az egész még csak tényleg a fejedben lenne, ami nincs, akkor is mögötted állnék, és támogatnálak. A világ végéig ezt kb. Így lehet értelmezni. Jó Isten, én is, mondja B. Ja, egyértelműen mindannyian, mondja Angus. Lelőttem egy fickót, érted? És hogyha így beszélünk tovább, akkor sírni fogok, és... Greg... köhög egyet, mi? Köszönöm. Hát, legalábbis megsérült. Úgy hangzott, mintha visszament volna a bányába. Ja, mit csináljunk? Hát követjük, gondolom. Nem, egyedül kell mennem, egyes. Ti mindannyian itt vártok, és én megyek majd, kettes. Akkor úgy látom, hogy... Nincs más választás, egyedül kell mének mennie. Melyikre szavaztok? Egyes vagy kettes? Sok értelme mondjuk most itt nincs. Talán. Nyilván a haverodnak kell aporeznünk. Vittya? Oké. Okay. Egyes. Egyedül kell mennem. Ja, hát... Hogyha fent van... a bányában, akkor lehet, hogy sarokba tudnánk szorítani, és megkötözhetnénk, vagy valami. Tudsz járni mi? Szerintem igen. Egy kicsit áll lassan. Segítek neked, hogyha kell. Jössz, nagy fickó. Oké, hát akkor menjünk meghalni, vagy valami, de remélhetőleg nem meghalni. De mi most akkor? Hiába mondtuk, hogy egyedül megyünk. Nem hagyják. A kapuk nyitva vannak. Oh, jeez. Mi van? Hát... Elzárhatnánk, bezárhatnánk, hogy valami... Ó, oh, igazad van. Nem. Ő az akármi, egyes. Nekem oda le kell mennem, kettes. Szavazzatok. Barát erő hype. Az a Frenchy power. Be kell mennünk oda? Vagy inkább eltorlaszoljuk? Hát de ki tudja, hogy hány kiárata van ezeknek a bányáknak.
Be kell oda mennem. Hát akkor... Úgy tűnik, hogy minden haverja, minden barátja elment. Csak egy fickó van, csak egy. Csak egy valami. Bang bang! Mi a fene lesz itt? Ijesztő. Szerintem nekünk nem kellene az ijesztőségről most panaszkodnunk, mert ott hagytuk a... a robotfiunkat az erdőben, na az ijesztő. Nem, nem, mi egy legendát készítettünk. Egyáltalán miről beszéltek, kérdezi mi? Hát egy furcsa néhány nap volt ez, mondja mi. Szia Charmy, jó éjszakát, jó pihenés neked, aztán kitartást a melóhoz. Van valamilyen kar előttünk. Furcsa hangok vannak itt a bányában. Ez itt egy tárna. Úgy tűnik, hogy a lifttel lement. Ennyit a meglepetés erejéről. Hát egy mérföldről is hallani fog majd minket. Biztosak vagyunk benne, hogy ezt akarjuk csinálni? Igen? Igen, mi? Biztos? Hát srácok, hogyha... Nem tudom, hogy megértitek-e, de köhög egyet. A fejemben van. Nem tudok így működni. Minden meghal, vagy már meghalt. Meghalik. Nem tudom, hogy mi fog történni odalent. Hát rendben. Akkor együtt menjünk le. Ez a dolog öregnek tűnik. Hát nagyon sok éve nem használták már ezt a bányát, talán generációk óta. Most te leszel a túravezető? Mi? Oda megy és... Vannak Possum Springs-i ilyen... pamfletek, tudjátok, ilyen turistáknak a boltban. Ez benne van a brosúrában? Most csak beszélgetnek össze-vissza mindenről, de számunkra nem túl érdekes dolgokat mondanak el. Hát itt is vagyunk. Onnan néz. Nézd csak. Panther bekövetel csatornát, hát ennyi év után. Köszönjük szépen, Panther. Örülünk, hogy itt vagy. Kölg egyet. Mi? Jól vagy? Van ám egy inhalálom amúgy. Nem, jól vagyok, csak... Hát, mint hogyha valami hatalmas nyomná a mellkasommal. Hát úgy értem, hogy gyakorlatilag nem mondasz hülyeséget. Olyan, mint az aszma? Mert az aszma az amúgy ilyen. Nem aszma, nagy fickó, de köszönöm. Valami mentális. Tehát ilyen szorongás, attól van ilyen szorítás a mellkasban. Hallottam valamit odalent. Jól leszel mi? Igen, jól vagyok. Csendben kellene maradnunk. Ja. Kísértetek leszünk. Hát akkor lassan megyünk tovább. Mi lesz ennek a bányának a mélyén? Mélyén. Háhá. Bocs. Egy jó hosszú út lesz az így előttünk. Oké, még mindig én irányítok. Ajtó, ajtó. Alagút. Tök mindegy. Hát menjünk. Ez valami nagyobb hely. Mindenféle gerenda van itt szerintem, amik tartják a falakat meg a plafont. Oh jeez. Mi ez a hely? Mint hogyha egy... Látjátok a csillagot a háttérben? Egy pentagram. Mint hogyha ez egy templom lenne, és akkor ezek ilyen padok. És ilyen szemét van itt, jó Isten. Jó Isten. Mi az? Itt van. Itt van. Úristen, mondja mi van?
Nem tudom, de itt van. Itt keresztül. Mi a fenét érez még, hogy mi van itt? Fentől a pontjaidat is elvesztetted? Remélem. Nem, azok még biztos megvannak. Megyünk be a sötétbe, ide nem kellett volna világítani? Annak nem... Annál nem több pontodnak kellene lenni? Fel se tudja. Tudom, hogy itt vagytok bent. Mondja egy hang a sötétből. Nem! Nem, mi mondja, hogy tudom, hogy itt vagy bent. Mondj valamit! Hát... mit szólsz ehhez? Lépj néhányat még előre, hogyha meg akarsz halni. Mutasd magad! Igen, segjük! Ötször ijesztőbbek vagyunk nálad. Azt a rohadt! Ott is vannak. Ott vannak. Megölöm őket, mondja valaki. Ide? Furcsa neve van. Nem fogsz ilyet tenni. Most már ez az egész ügy. Nincs a kezeidben. Lelőtt engem? Hát akkor azt mondanám, hogy... pittek vagytok. A kis csajt is lelőtték a múltkor. Igen, hát... bocs emiatt. Bocsánatot kérsz? Hát... rossz ötlet volt, sajnálom. Rendben. Igazából nem találtál, szóval... mi a fene? Kik vagytok ti? Hát... néhány öreg fickó, akik mindent megtesznek, hogy megvédelmezzék sajátjaikat és a szomszédságot. Hát akkor miért próbáltok megölni engem? Megölni téged? Senki nem fog megölni téged. Mindannyian részei vagytok ennek a városnak. Családi relációkon keresztül, hát vagy úgy, hogy keményen dolgoztok. Ja, ezek contributors, az azt jelenti kontribútolni valamihez, hogy hozzátenni valamihez, szóval így bedobnak a közösbe. Oké. Szóval akkor csak úgy leléphetünk? Hát... ő hozott le... vagyis, hogy... ki? Indokkal? Tehát, hogy okkal hoztak le minket ide, és nem fog titeket elengedni. Valami férfiról beszél. Amíg nem mondta meg, hogy amit akar. Hát... ja, az a fickó, akire rálőttünk? Hát már van egy nyíl, ami keresztül ment a vállán. Úgyhogy nem hiszem, hogy túl sokat akarna mondani bármiről, vagy lenne szava bármiben. Pont. Hát... szóval azt gondolod, hogy ide. Harfesten elrabolta azt a gyereket. És a fejemben volt valahogy. Mindig fáradt vagyok. Állandó fejfájásom van. És követett engem, mindannyiunkat. Ó, kicsi lány. Te nem tudod, hogy ez micsoda, ugye? Mi? Jó Isten. Ezt láttam már. Vagy éreztem. Ed Scudder és Jim Dorney találta meg 20 évvel ezelőtt. Miután a nyugati bánya... micsoda? Kizárt valami Schumachert, az utolsó főnököt? Mi van? Miről beszél? Kikről beszélnek? Hogy valaki itt volt, amikor a cég bezárta a bejáratokat, és... a monogramját ugye belevéste, meg a dátumot az ajtóba. És aztán megkaptátok ezt a bányát, az öreget? Még nem is igazi bánya, csak egy nagy lyuk, réz. Ott hagyták, vagy elhagyták már azelőtt, hogy mi megszülettünk volna. Túl közel van a vízhez. És az a víz méreg volt, amikor idejöttek az első telepesek. Volt egy öreg forrás, pontosan
a fölött, ahol állunk. De aztán az a víz kiszáradt 1992-ben. Néhány ember a nyugati bányából visszajött ide. Építettek egy új liftet. Itt pucolták a fő alagutat. De soha nem találtak szenet, csak mélyebbre ástak, meg mélyebbre. Amíg Ed keresztül nem ásta magát azon a falon, és megtalálta ezt a helyet. És aztán Jim egyenesen belesétált ebbe a lyukba, és soha nem ért földet. Ed utána szólongatta Jimet, de Jim nem válaszolt, de valaki más viszont igen. Tudom, hogy hallottad ezt a hangot, lány. Az álmaidban, meg még ébren is. Ez az, ami idehozott téged le. Mi? Mi ez, egyes? Szóval mi között van neked ez, vagy nekem, vagy bárkinek? Ez a kettes. Felügyelő, köszönöm. Mondjuk nem sikerült így megértenem. Szóval egyes, mi ez, kettes? Mi köze van ehhez? Bárkinek. Vagyis, hogy neked, vagy hozzád, vagy nekem, vagy értitek? De mindegy. Mi között van neked, vagy nekem, vagy bárkinek ehhez? Ez a négy a helyes. Ez a kettes? Mert ezt kérdezitek, oké. Amit mesélt mi, hogy megkínozták, akkor a szekta kínozta meg őt, hogy teljesen másról van szó? Ezt még nem tudjuk, de mindjárt kiderül. Meg kell értened, hogy azokban a napokban a világ vége volt, munkák ugye eltűntek, a gyermekeink leléptek, a kormányt nem érdekelte, csak a szavazatainkat akarták. Ez a reguláció, ez mi volt ez a szó? Ezt most megnézem, bocsánat, mert ez most érdekel engem. Szabályozás, jól gondoltam, igen. Tehát, hogy csak több szabályozást csináltak, a tengeren túlra küldték a munkánkat. Ez egyébként egy valós dolog lehet ott a Amerikában, az ilyen kisvárosokban, ahol ilyen bányász települések, amik ugye ki is haltak később. Na szóval mindegy, az adónkat elköltötték migránsokra, meg lusta emberekre, amíg mi pedig halálra dolgoztuk magunkkal. Na hát kezdődik, mondja B. Gyűlölöm ezt a szarságot. Ti öreg szarok. Befejezted? Ja. Szóval imádkoztunk és imádkoztunk a templomban, amíg Ed Scudder le nem jött ide újra és hallgatott és kapott is válaszokat. Szerintem tudom, hogy mit egyes, válaszokat kettes, szavazatok. Kettes, mindenki kettes. Milyen válaszokat? Ed elmagyarázta néhány fickónak, de nem hitték el neki. De elég meggyőző volt. Ez a glimmer, ez nem tudom mit jelent, de mindjárt megnézzük ezt a szót is, erre is kíváncsi vagyok. Megint tanulunk néhány új szót. Csillogás, csillámlás, pislákolás. Na mindegy, valami volt benne. A glimmer? Mi van? Most itt nem tudom, hogy mire gondol. Tehát ahogy rád világít, az így rád vetül, hogy mi van? Tudsz csinálni dolgokat? Én soha nem láttam, de azt mondják, hogy Ed keresztül tudott mászkálni a falakon. Oké. Okay. Miután Ed rábeszélt minket erre az egészre, azután az első alkalom után, miután kiválasztottunk egyet, hát nem csak a város volt így stabil állapotban, de olyan volt, mint hogyha fiatalabbak bakká válnánk, és még pénzünk is lett. Vagyunk még néhányan akkoriból. Micsoda, hogy kiválasztottatok valakit egyes? Először kettes? Melyiket mondjuk? De most itt arról van szó, hogy ezek megölnek valakit, itt meg valami
őrült hang van lent, valami... Nem is tudom elképzelni, hogy mi a szar lehet ez. Egyes? Ti, hogy ti választottatok? Az első Tom Turner volt. Aki higgyétek el nekem, hogy egy barom volt. Egy totális, tiszta hulladék. Lehoztuk ide. És ebbe a lyukba. Be is dobtuk. A következő héten virágok nyíltak végig a domboldalon. Bedobtátok ide a lyukba? Pont. Etetik őt. Olyan éhes, hogy nem is tudnátok elhinni. Minden néhány hónapban, vagy pedig elkezd énekelni. És akkor így valakinek a köre következik, hogy találjon valakit. Ezt csináltátok a múltkor este? Egyes. Pont. Kettes. Hát szerintem mindenki az egyest akarja inkább mondani. Lefogadnám, de szavazzatok. Egyes, jó. Gondoltam. Szóval ezt csináltátok a múltkor este? Nem. Ami a múltkori estén történt, az szégyen volt. Valaki sorainkból megtörte a szabályokat. Berúgta a szabályokat, és fizetnie, meg kellett fizetnie. Ez egy nehéz dolog volt. Szerintem okádni fogok, mondja mi. Soha nem választunk olyat, akit hiányolnak majd. Ez egy... szilárd szabály. Tehát, hogy ezt értitek. Inkább tolvajokat, alkoholistákat. Mi ez a delinquents? Na de azokat is, mindjárt mondom. Lehet, hogy valaki olyan, akinek nincs családja, nem? Bűnöző, tettes, delinquens, bűnöző. Bajkeverő, aha. Szóval ti... Ó, Istenem, ó, ne! És hány ember halt meg ide lent? Egyes. Casey, kettes. Lehet, hogy ide tűnt el Casey. A barátunk, a gyerekkori barátunk. Hát itt most mind a kettő kérdés elég érdekes. Azonnal a kettest? Hát mindenki a kettesre kíváncsi, igen. A játék elej óta nem tudjuk, hogy hol van Casey. A Hartley kölyök? Ő csak annyit tett volna a közösség érdekében, hogy... Vagy ennyi volt, amit csinált a közösség érdekében? Kivéve néhány gyerek, akiknek nem volt apukájuk. Micsoda? Mi van? Tehát, hogy nem... Az volt ennek az egésznek a lényege, hogy már előre megmondták, hogy Casey-nek értelmetlen, semmire kellő élete lett volna, és a végén valami tök mindegy milyen szomorú véget ért volna. Úgyhogy ezért őt bedobták a lyukba, hogy valamit tegyen a közösségért. Mi az Isten? Azt mondja, hogy szívességet tettünk neki. Ti megöltétek Casey-t? Úristen. Nem használjuk ezt a szót. Üzletelt a... Micsoda? Tudtátok, hogy valami taking up business, az nem tudom, mire gondol, de a... az unokatesójával. Tudjátok, hogy mi történt az unokatesójával? Élve elégett, amikor a kis... Jaj, ne! Szóval, hogy narkót terjesztettek. Értem, és ezért ölték meg. Aha, mert hogy az unokatestője élve elégett, amikor a lakókocsi laboratóriuma felrobbant. És ilyen hazmatszútokban, vegyvédelmi ruhákba kellett... hát kihúzni ugye gondolom a roncsokból. Hát Casey is pontosan e felé ment. Megöltétek Casey-t. És úgy akartok viselkedni, mint hogyha nem csináltuk volna meg, és ez az egész... Vagy mi? Milyen értelmetlenül beszél ez a fickó? Én nem értem, amiket mond egyszerűen. Nagyon próbálom összerakni.
Ja, hogy az a lényeg, hogy úgy akartok most viselkedni, mint hogyha nem tettünk volna neki szívességet meg ennek az egész városnak? Jó Isten. Casey itt volt lent az egész idő alatt. És még a szülei posztereket is raktak ki. Hát talán egy kicsit jobban oda kellett volna rá figyelniük, mielőtt ez történt volna. Melyik költök csinálta, kérdezi Greg, és megemeli a kis számszeríját. Eddig is emberek voltak egyébként Pentorben, de csak állatképében voltak ábrázolva. Greg. A barátom volt. Úristen, annak meg egy sniperre van, nézd ott szemben. Jól van, szóval dobd le a földre, vagy pedig lőni fogok. Mi van, hogyha én találok el előbb? Kiállna egyből a vesző a szemedből. Bang! Bang! De mi ez a Greg? Fegyvereket hoztatok ide le? Hát éjszaka ilyen messze az erdőbe menni elég veszélyes. Úgyhogy ez egy ilyen alapvető biztonsági intézkedés. Én. Dobd el a földre, fiam. Greg. Na jó istenit. Ti szörnyetegek. Semmi nem történik meg ebből, mondja mi. Nem vagyunk szörnyek. Azért csináljuk ezt, mert szeretjük az otthonunkat. Ameddig csak csináljuk ezeket, Possum Springs túlél. A dolgok jobbá is válhatnak. Egy nap a bányák újra dúdolni kezdenek. A régi malmokból majd füst száll. Ti kölykök nem értitek meg, hogy elvesztettük azt, ami köré a kis világunk épült. Mi van? Tehát, hogy ez régen úgy volt, hogy adtál a családodnak, vettél egy házat, most pedig feltöltöd a polcaidat a boltból. A gyerekek hamarabb lelépnek, mint amennyit itt maradtak. Nincs itt lehetőség semmi, az öreg emberek meghalnak, üresen maradnak a házak. Ezeket látjátok? Az otthon, az egy ilyen... csak fa, meg nem tudom mivé vált. Szóval, hogy már nem létezik az otthon maga. A munka meg egy kiégett... téglás, doboz, meg egy lyuk... a földben. Mi van? De ezt meg tudjuk változtatni. Újra össze tudjuk rakni ezt a helyet. Ahol nem lesz csak... alakok. Mének valami komoly betegsége van. Ez valami depersonalizációs szindróma egyébként. Én itt fogok lent meghalni, mondja Mé. Miért mondjátok el nekünk ezt az egészet? Azért, mert öregszünk. És még azzal is, hogy ezáltal az egész által jó egészségi állapotnak örvendünk, új vérre van szükségünk, hogy folytassák ezt, amikor mi már elmentünk. És komolyan? Szóval ránk számítotok ebben? Egyáltalán abban az időben régen bármelyikötök bányászott is. Most fáj nektek? Tehát, hogy úgy... pénzügyileg? Vagy ez csak egy ilyen nagy beöltözős, gyilkos klub? Valakinek a szaros főnökért, aki fél meghalni? Az nem számít. De igen, mondja B. Hát ez nagyon rossz, mondja Angus. Ez őrület, mondja Greg. Miért kellene segítenünk nektek egyes?
miért nem hívjuk inkább a rendőröket, vagy miért nem kellene nekünk inkább a rendőrökhöz fordulni, ez a kettes, szavazzatok. Szevasz Gábor, üdvözöllek, mi a helyzet, szevasz Sebikém, jó estét kívánok. Egyesek? Elég egyértelműen, most nem nagyon kavarodnak össze ott a szavazatok. Miért kellene segítenünk nektek? Azért, mert hogyha senki nincs itt, hogy ezt megtegye, emlékeztek arra az áradásra néhány évvel ezelőtt, árvízre? Emlékeztek a 2010-es hatalmas hóviharra? Hát olyankor ez történik. És ezen túl a munkák soha nem jönnek, soha nem térnek majd ide vissza. És a kölykök sem térnek ide vissza. Minden széttöredezik, Possum Springs pedig szépen lassan el fog vérezni. És hamarosan mindannyian halottak leszünk. Ez a város pedig csak ilyen mező lesz meg fák. Én ezt láttam, mondja mi. Tudom, hogy láttad. Megértem, hogy szükséged van egy kis időre, hogy végig gondold. Szóval elmehetünk? Hát senki nem fog megakadályozni titeket. De értsétek meg, hogy... nem tudjátok, hogy kik vagyunk ott kint. De mi tudjuk. Mindannyian, hogy ti kik vagytok. Micsoda? Az nem fair, hogy ők elmehetnek, nekem meg valószínűleg hát örökös sebem lesz emiatt. Kussolj már ejne. Semmit nem tudsz arról, hogy mit akar, meg hogy ő micsoda, mondja ő valaki ott hátul. Ej, de esküszöm a jó Istenre, menjünk innen, mondja B. Igen, tényleg tűnjünk el innen, mondja Greg. Fiam, ezt a számszeréjét itt hagyod. Micsoda, miért? Hát, beszélhetnék marhaságot neked, de az igazság az, hogy nem bízom benned. Rendben, amúgy is egy darab szar. hogy nem tudlak megmozdítani titeket, srácok, mi van mi? Ja, hogy ő nem tud megmozdulni, de miért mondta ilyen furcsán? Majd én visznek, mondja Angus. Szegény mély nem tud megmozdítani. Az agyam darabokra esett. Ez az egész csak úgy üres. Minden üres. Mit fogunk csinálni? Track that van. Mire gondolnak? Hogyha messzire lesznek innen, akkor nem tudom, hogy arra képes lennék, mondja. Majd később beszéljünk, mondja Angus. Mert hogy később majd beszélünk, most pedig maradj csöndben. Szólod a mének. Mit jelent az, hogy crack van? Valamit fel... törni, nem tudom. Valami slang. Ó, kitalálják, köszönöm. Na, ez... kösz szépen, ezt nem tudtam. Nem is hallottam ezt még. Oké, most egy kicsit le kell, hogy tegyerek, rendben, oké. Mondja Angus. Szóval Casey, ja. Én, ja. És miért? Szerintem én értem, mondja mi. Mi, tényleg? Túl fáradt vagyok, hogy elmagyarázzam, de elvesztették, amire azt gondolták, hogy meg fog történni. Mi van? Ami az volt, ami történt már nagyon régen, vagy legalábbis ahogy emlékeznek rá, vagy elképzelik, és a dolgok, amiket ez adott neki, és aztán nekik, és Casey, meg az a gyerek a Harfesten. Bocsánat, elvesztettem. Hát... több értelem volt benne, mint amennyit én tudnék összerakni, mondja Angus. Hát ők szomorúak. Ez az egész... nagyon szomorú. Kész vagy megint más, vagy menni tovább, Angus, igen. Mindenki kussolja, mondja Bi. Mi van? Azt hiszem, hogy... Ne! Ott egy fickó, és elkapta mét! És most mutassuk a fejét éppen. Ez az a kísértett fickó, nem az első csávó. Úristen! Szerintem le fogja csapni a fejét. Nagyon gyorsan el kéne húznunk innen most, szerintem. Ez az volt, aki
fogva tartottam, és szent szar. Szent Isten, bocsánat, nem ugyanaz. Mindenki jól van? Mi? Mondj valamit. És hogy röhög? Mindannyian röhögnek? Miért röhögnek ennyire? Miért röhögünk? Szipog. Jaj, elsírja magát. Elkaptuk azt a csávót, és most már nem jön többé vissza. Kisétálsz ebből. Szóval, hogy sétálunk ki ebből? Hagyjuk mét pihenni. Úgy érzem, mintha húzat lenne itt valamelyik alagútból, vagy valahonnan jönne. Szóval nem fogunk megfulladni. Oké, hát ez mondjuk elég jó dolog. Honnan tudod ezt? Hát onnan, hogy cserkész voltam, Greg. Cserkész voltam. Hey, Angus. Igen? Szeretlek. Üdv itt újra mély. Jól vagy? Most már jobban, miután majdnem meggyilkoltak megint, ami furcsa. Kölg egyet. Ez már a harmadik alkalom volt két nap alatt? Ez olyasmi volt, mint azt mondtam volna, hogy három a magyar igazság. Srácok, a levegő innen jön hátulról. Rendben, felkeltem. Biztos, hogy benne? Igen, szerintem legalábbis tudok sétálni. De be van deszkázva. Nagyon régóta be van deszkázva. Keresztül tudunk menni? Hát nézzük. Tűnjünk el innen. És mi? Elkezdi feszegetni az a deszkákat? Ja, mindannyian. Na, azért. Igen, négyen ki tudják szedni. Így van. Ez már friss levegő. Meg víz. Haver. Ez aztán igen. Megérzed a vizet? Hát reméljük, hogy nem egy folyó. Mert hogy a barlangi folyók, azok halálcsapdák. De ez bányató, vagyis egy bányafolyó. Bányában vagyunk, igen. Tök hülyék. Az a knuffeltje, knuffel, amire Gábor gondol. A gombák, akik köszönnek egymásnak. De az csak egy gomba volt. Oké, látom az alját. Nem hiszem, hogy ebben a, ez egy lábnyi vízben halunk meg. Szevasz, Panther. Igen. Mély belemegy. Milyen bátor. Azt hiszem, hogy mintha leesett volna valahová. Most már tudom, hogy mi vagy. Szerintem tudtam is régen, de tudod, miután azt a kölyköt a kórházba küldtem évekkel ezelőtt, azt mondták, hogy düh problémám van, de ez nem igaz. Azért voltam dühös, vagyis hogy valami más miatt voltam dühös, valami, amit elvesztettem. És azóta annyira próbálok nem dühös lenni, hogy védtelen lettem. És többet vesztettem, és többet, és többet. És ez már nem lesz jobb. Mert dühös akarok lenni. Amikor hazamentem az egyetemről, a buszon volt ez az álmom, vagy valami, amit láttam az ablakon kívül. Egy utolsó levelet, egy fán, amit végre lefúj a szél, és annyira meg vagyok ijedve folyamatosan. És ez a fájdalom, vagyis hogy ez a félelem fáj, úgy érzem, hogy mindennek vége. Vagy legalábbis már nagyon régen vége lett, mielőtt ideértem. Olyan hosszan elbújva, vagy megpróbálva elfutni ezzelől, most már értem, ez az egész nem fog megállni, amíg meg nem halok. De aztán, amikor meghalok, azt akarom, hogy fájjon. Amikor a barátaim itt hagynak, amikor el kell, hogy engedjem, amikor ez az egész város majd leradírozódik a térképről, azt akarom, hogy fájjon, nagyon. El akarok veszíteni, nem, veszíteni akarok, azt akarom, hogy verjenek széllyel, kapaszkodni akarok, amíg le nem dobnak.
és mindennek vége legyen. És tudjátok mit? Mi addig, amíg ez meg nem történik, remélni akarok újra, és azt akarom, hogy fájjon. Mert ez azt jelenti, hogy ez jelentett valamit. Azt jelenti, hogy én valami vagyok legalább, és röhög még teljesen. Ez elég király valaminek lenni legalább. És van ott valami, ami érdekes jeleket mondott válasznak. Tudod, hogy nem értelek meg téged, ugye? Olyan, mint egy Rammstein random dalszöveg, igen. Nem tudom, Zoliárt, hogy mennyi van még hátra. Még valószínűleg sok. Kussolj már, mondjam én. Tudom, hogy ez nem fog engem megmenteni a végén, de... Nem is kell, hogy megmentsen engem. Örökre. Csak hogy mostanra. Szóval, hogyha itt meg akarsz engem ölni, hát akkor csináld. Ha meg nem, akkor... Mi? Haver, jól vagy? Wow! Egy másodpercre így alva jártál. Nem akarod, hogy vigyelek? Nem, szerintem jól vagyok, csak nagyon fáradt vagyok. Egy kicsit itt maradhatunk, hogyha kell. Biztonságban vagyunk. Aha. Hey, nézzétek, ott fény van. Éreztétek ezt? Lefogadom, hogy ő érezte. Mi a fene? Hol vagyunk? És itt hogy fogunk felmenni? Mi ez? Talán egy ilyen légrés, vagy valami ilyesmi. Aha, ami... A bányászoknak azért volt ez kitálva, ugye, hogy ne halljanak, ne fulladjanak meg. Legalábbis elég öregnek tűnik. Kérdőjel. Brosúrából. Hello, itt vagyunk lent. Ne kérdezzék meg, hogy miért, kérem. Hát, nem hiszem, hogy szerencsések leszünk, mert nem nagyon vannak emberek kint az erdőben éjszaka. Hát én megpróbáltok kimászni. Nem, én mondja Angus, pont. Oké, hát készen állsz erre? Hát jó, hát egyértelműen megpróbálom, nem tudom. Totálisan hiper vagyok, mint a delfinek. Mi van? Hyper like dolphins. Mi az Isten? Nem, hát olyan, mint amikor a tested olyan, hogy wow, majdnem meghaltam, és aztán hirtelen hyperré válsz. Mert megtöltel, mi az Isten, meg vagy telve a delfinekkel. Ez nagyon hülye. Oké, most lehet össze vagyok zavarodva, jól vagy mi? Endorphins. Júj, igen, endorfinok. Á, oké. Igen, az, köszönöm, azok. Oké, hát. Akkor lovagold meg a delfineket oda kintre, vagy fentre. Ja, hát. Majd figyelünk, oké. Szevasz, harcos. Egyszerű ez a dolog. Ó. Oh. Oké, megvan. Oké, megvan, megoldom. Lehetne rosszabb is. Sokkal könnyebb itt felvenni, mint az ember gondolná. Nézd, hogy ugrál fel, hogy szökken. Egy hihetetlen állat ez a méh. Hogy úszik a delfinekkel. És el is éri a kútnak a tetejét. Ez pontosan az a hely, ahol álmában volt. Emlékeztek? Akkor itt ezen a helyen tényleg van valami sötét. Ez a hely. Hey, mi? John? Ja! De mi az Isten csinálsz itt kén? Hát, itt élek a dombtetőn. Hallottam, hogy Greg ordibál. Beszorultunk mindannyian oda le. Mi, hogy a kútban voltatok, ami a kertem végében van? Nagyon rossz este volt. Hát ja, úgy is hangzik. Van valami kötred, vagy ilyesmit? Ja! És idehoznád esetleg? És erre van. Hey, mi? Igen? Ez Jer volt? Igen, hozzá a mi köteled.
És mit csinál itt kint? Hát itt él. Az erdőben? Nagyon hülyék. Kifújja magát. Angus, az egész testem fáj. Hát ez nagyon hosszú volt. Hoztam nektek inni. Te vagy a legkirályabb, Germ. Szükségetek van cukorra és koffeinre. Bárki más is szeretne nagyon távolra kerülni ettől a kúttól? Yep. Germ, nem tudnád esetleg valahogy bezárni ezt a kutat? Így lezárni. Van dinamitom. Mi? Igen, hát ugye te tudok szerezni. És az mekkora robbanást végezne? Hát, úgy értem, nem kicsit. Oké, az működhet. Kösz, Germ. Kösz, haver. Igen. Oké, akkor sziasztok, srácok. Hozz dinamitot, Mákoné. Ott megy egy nagyon furcsa srác. Megmentette az életünket. Germ királyarc, ő egy jó ember. Mondja mi. Micsoda? Ez belém hasít, hogy csak úgy meggyilkoltuk azokat a fickókat odalent. Mi? Azt honnan veszed? Hát úgy értem... a lift... az így elromlott és... egy ilyen beomlást okoztunk. Hát az önvédelem volt igazából, gondolom, de... de biztos, hogy legalább egy tucat férfinek a halálát okoztuk. Nem. Még mindig életben vannak ott lent. Mondja mi. Ó, jó Isten. Ja. Híz. Hát, minket nem lehet okolni, mert ők támadtak ránk. Egyikük ránk támadt legalábbis. Szóval, mi most aggódunk. Hát igen, morálisan elég szürke zóna ez. Nem vagyunk gyilkosok. Hogyha lett volna választásunk, akkor nem tettük volna meg. Én megtettem volna, mondja Angus. Mi van? Hát embereket öltek. És arra akartak rávenni minket is, hogy embereket öljünk. Kapják be. Egyáltalán nem is... hiszek a pokolban, és remélem, hogy oda jutnak. Jó Isten, Angus. Hát, legalábbis én ezt gondolom. Ez olyan, mint az a trolli dolog. Milyen trolli dolog? Oké, majd elmagyarázom, hogyha tovább sétálunk. Milyen trolli? De az Phoenix Knight, már is hidratálok, csak töltenem kellene vizet magamnak. De legalább megint normálisan beszélnek, nem? Mert ott a bányában az nagyon, nagyon furcsa nyelvezetű volt, meg valahol még így apostroffal ki is hagytak szótagot egy szóból, meg mit tudom én. Ilyen furán beszélt az öreg ember odalent. Amerikai volt az, igen, azt valaki írta is, de hát ja. Hát furcsán alakul a játék vége. Hé, srácok, ott vagytok? Valaki? Oké, mindegy, azért írok. Nehéz nekem ezt így elmondani, vagy mi, nehéz bármi okosat mondanom arról, hogy mi a jó Isten történt előzőleg velem, hogy itt kössek ki, és szükségem van arra, hogy beszéljek, akkor is, hogyha tök mindegy éppen mit csináltok, ti barmok. Tehát akkor még csak úgy elkezd beszélni? Egyáltalán nem is értem az életet. Szerintem... mi van? Szerintem megtanítják neked, hogy sokkal több irányításod van a világ fölött, mint ami itt van. Belesétáltam ebbe az egész horribilis dologba, ami már történt is. Mind belesétáltunk, és azt gondolom, hogy ez nagyon ijesztő, mint hogy ki tudja, hogy mi fog történni, de gondolom, hogy összetudjátok rakni a dolgokat, vagy kapcsolódni tudtok dolgokhoz. Néha
szükséged van valakire, hogy azzá válj, amit nincs, mire gondol itt mi? Még akkor is, hogyha ez valami, amidnek már meg kellene lennie. Ti mindannyian azok vagytok, akik megakadályozták, hogy nem tudom, így lezuhanjak, vagy nem tudom, hogy mire gondol. Ja, és még meg is öltétek azt a fickót, hogy megmentsetek. Ne gondoljátok, hogy ezt nem becsülöm, lol. Meg fogom érteni bármikor is, hogy mi történt. Remélem, hogy nem. Csak azt remélem, hogy vége van már. Azt akarom, hogy mindannyian váljunk, vagy megszabaduljunk ettől. Nem akarom... Mi van? Nem akarom, hogy mi mindannyian, tehát mindegy, hogy bármelyikünk is része legyen egy szörnyűséges horror sztorinak. Hatalmasra akarok nőni, és felvenni titeket mindannyiótokat, és egy biztonságos helyre elvinni a karjaimban. Bocs, most össze-vissza beszélek. Csak hinnem kell, hogy vannak utak arra, hogy megmeneküljünk, vagy legalábbis, hogy tovább lépjünk. Germ haver, te nem is használd a messengert, úgyhogy gondolom, hogy én most csak úgy rád írok, tök mindegy, hogy merre vagy. Te vagy a legjobban ide ragadt mindenki közül, akivel találkoztam? Ide beszorultnak érzi? Vagy milyennek gondolja őt? De te vagy a legkevésbé csapdába esve. És ez valami gyönyörű dolog, haver. Azt hiszem, hogy Greget úgy szeretem, mint ahogy még senki mást az életemből. Nem tudom, hogy ennél jobb barátság létezik-e. Olyanok vagyunk, mint a régi cipők, amik összetartoznak. Bocs, hogy Angus és köztet drámát okoztam. Angus, neked adom Greget ajándékba. Ne felejtsd el megöntözni és megetetni néha. Hogyha bármikor bántod őt, szétrugom a segged a földig, vagy a földbe döngölöm, vagy nem tudom. Mert hogy az enyém volt először. Igen, ennyi. Szóval ezt az egészet most kitörlöm. Ó, szarás. Na mindegy, srácok, csak vicceltem ezzel az egésszel kapcsolatban. Nagyon fáradt vagyok. Nem tudom, hogy miket beszélek. Még kilogol. Nem tudta kitörölni, mert elküldte. Igen, ide valósi volt. Germ. De nem az volt a szó jelentése, hanem úgy volt, ahogy May mondta. Tehát, hogy... elnyertünk egy trófeát, hogy változnak az évszakok. Hogy ő volt a legjobban, aki ide beszorult, de mégsem volt ide csapdába esve. Mert Germ úgy teljesen el volt ebben a városban. Egyébként ezzel kapcsolatban az a teória van, hogy Germ egy kicsit autista volt. Lerajzoltuk mét a nagy semmi közepén. Mi van a laptopunkon? Hey, May. Jól vagy ma reggel? Most nem én nyitom ki a pickaxe-t, mármint a munkahelyét. Greg azt mondja, hogy próbánk lesz ma, majd ott találkozunk. Hé, haver! Jó, vagy kedves üzenetek voltak múlt este, úgy értem tényleg. Egy masszív barom vagy. Viszont ma lesz egy próbánk, mert úgy érzem, hogy valami normálisat kell csinálnom. A Snalkomban vagyok, remélem jól érzed magad, Greg. Az övé message Angusnak arra változott, hogy jó életben lenni ezen a reggelen, és ennyi az egész. Hi. Hát végig mehetünk még egyszer utoljára a városon, de ennyi lett volna a történet elméletileg. Epilógus következik, a csillagok, igen. Jól emlékeztem, hogy itt már... Hát...
nagyon-nagyon-nagyon furcsává változott a játék a végére. Így hirtelen így nem tudom, olyan érzés, mint hogyha úthengerrel mennének át az emberen. Tehát egy kicsit többet megtudtunk Mének a betegségéről, és nem csak mi volt beteg ebben az egész sztoriban, hanem az egész városra túl beteg valahogy. Nem amiatt a bányában lakó szörnyetek miatt mondom, akit etetni kell az emberekkel, hogy elkerüljék a várost a rossz dolgok. Sokáig nem etették, és látszik, hogy mi történt. Elég fura ez a játék, pedig olyan kis figurák voltak benne, kis cukik. Végig imádtam az összeset. De azért nagyon-nagyon komoly dolgokról is szól egyben. Például Greg, nem véletlen mondtátok rá, hogy mennyire szélsőséges személyiség. Egyszer így totálisan lent volt, emlékeztek arra, amikor kimentünk lövöldözni, és mennyire maga alatt volt. Máskor meg így totálisan szét van hype-olva. Na hát ez egy ilyen bipoláris, nem tudom micsoda, személyiség zavar, vagy talán depresszió, pontosan nem tudom. Mély biztos, hogy depressziós, az 100%, meg ez a depersonalizációs szindrómája is van, mert hogy mindenkit csak egy alaknak lát, meg értitek? Depresszió, igen. Nagyon-nagyon furcsa benne mindenki. Jör meg kicsit autista volt, erről is írtak, igen. Na mindegy, jó Isten. Ezek mi vagyunk. Csak mi vagyunk. Otthon és mi vagyunk. Nem tudom, hogy milyen érzés ez, de ma nem fogok sírni. Nem fogunk megenni hálaadáskor, madár. Néhányat újra kéne olvastam ezekből, mert hogy volna időm. És aztán jönnek amúgy is a kényelmes hónapok. Városban senki nem normális, ide kell költözni. Itt ilyen könyveket mond még mi. Azt akarom megnézni, hogy vajon apukánk elpakolta onnan a ládákat. De nem, végig nem. Pedig itt lett volna valami, amit találtunk volna. Na hát ezt majd a következő végigjátszásban meglessük. Nem egy nagy szoba van itt a Crawl Space-ben, de a végén van valami. Nagypapa órája is itt van. Vajon lent van anyukánk? Mi édesem, te vagy az? Aha. Itt vagyok a konyhában, hogyha beszélni akarnál. Hát nem egy vicces lezárása volt ott a sztorinak, bár még tart a játék. Hé, édesem, hé, anya. Hogyan érzed magad? Elég jó, hogy ide felugorjak. Megtennél egy szívességet is? Itt maradnál velünk ma este? Igen, anya. Miért? Melyiket mondjuk? Többször is mondták már, apu is mondta nekünk, hogy egyszer vacsorázhatnánk otthon velük. De rákérdezhetünk arra is, hogy miért. Egyes? Igen, anya. Hát... egy felnőtt vagy, és azt csinálsz, amit akarsz, de te is itt laksz, és még mindig a babám vagy, anya. Szóval... ki kell találnunk szabályokat, csak azért, mert meg is hallhattál volna a múlt este. És aztán csak úgy kimentél, hogy lógja barátaiddal? Hát én nagyon sajnálom, anya. Mi történik veled? Nagyon kemény éven volt, anya, egyes. Azt se tudom, hogy el tudnám-e mondani neked, kettes. Alapszabály, igen. Egyes, kettes, kettes, egyes, kettes. Kettesek, oké. Hát nem is tudom, hogy meg tudnám-e magyarázni. Miért? Megérteném. Megígérem. Azt se tudom, hogy hogyan beszéljek róla. De nem hiszem. Mi történt az iskolában, édesem? Nem érdekel, hogy micsoda. Csak kérlek, mondd el. Dolgozol ma? Nem. Ma mind a ketten apukáddal szabadságon vagyunk. Itt leszek ma este, és aztán majd beszélhetünk róla? Oké.
Csinálhatunk vacsorát. Micsoda? Mi volt ott a breakfast? Tehát, hogy... Mi? Hogy ilyen reggelire való vacsorát csinálnak? Apa meg... megpörgetheti a palacsintákat a levegőben? Bocsánat, lehet, hogy... félreértettem az előző mondaton. Na mindegy, a lényeg az, hogy együtt főzzenek majd vacsorát. Aha, jaja. Mondja anya. Szóval, kimész ma? Igen. Maradnál a városban? Kérlek. Igen, anya. Szerintem a Longest Night dekorációkat most kezdik feltenni. Wow! Ja, és havat is jelentettek. Hát ez gyorsan ment. Micsoda? Az ősz. Mindig gyorsan megy. Oké. Hát, akkor megyek. Szeretlek édesem, én is, anya. Reggelinek valót vacsorára? Én is erre gondoltam. Mosolygott a Margaréta. Oké, még mindig ugyanazt a könyvet olvasol? Nem, ez most már egy másik. Ez a... ó, emberekről szól, akik meghaltak a bányákban, itt a környéken. Ó, az király. Igen, nagyon érdekes. Vannak benne régi dalok. Akarsz egyet hallani? Hát biztos, hogy rohadtul nem. Egyes igen, talán később a kettes. Akarunk régi dalokat hallani? Egyes? Jó, már ásítozom. Na, igen. Szóval messze innen az óceán kavarog. Blablabla, messze innen hallom a jó Istent, ahogy hívja a gyermekeit, hogy akiket bevisznek. Látok téged, hogy keresztül sétálsz, nem tudom, mind megtaláljuk egymást, barát meg családtag. Hallom, hogy a jó Isten hívja a gyermekeit. Mi a fene? És azt tényleg elérekelje nekünk az anyukánk? A jó Isten mind a kettőnket a mennybe hív, hozzátok be őket. Ez egy szép dal. Hát igen, nagyon kedves. Nem hiszem, hogy anyukám értené, hogy miről szól ez a dal igazán, mert szerintem annak a lyuknak az etetéséről szól igazából, amit a bányában találtunk, és ami félig megőrítette mét is kb. Meg aminek áldoztak embereket, pedig csak egy rohadt lyuk volt. Ez az apukánk? Ó, szia apa! Ma nincs meló? Megmondtam a Bobnak, hogy dugja fel magának. Tényleg? Nem. És jól vagy? Hát, igen, jól leszek. De nem fogom cukormázasítani, utálom a munkám. Ó, apa, miért? Bányáztam, üveget készítettem. Egy csomó más dolgot is csináltam, de ez a hely... nem tisztelnek téged, amiért dolgozol, nem? A munkának annyit kellene fizetnie, aminek elégnek kellene lenni ahhoz, hogy élj. És... tehát így annyit, amennyiből elláthatod a családodat. És normális óráknak kellene lenniük. Meg a főnöknek tisztelnie kellene. A munkásoknak meg képesre kellene lennie beszélni. Meg, hogy legyen egy életük. Ja, élniük kellene. Képesek kellene, hogy legyenek az életre. A munkásoknak. Anyukádnak mindig dolgozni kellett, de... meg akartam neked és neki adni az időt. Azt akartam, hogy legyenek hobbiai, elég idő és pénz, hogy ezeket csinálja. Ettől boldog lettem. Most pedig már csak dolgozok, hogy... egyáltalán az életbiztosításunkat be tudjam fizetni. Meg, hogy megtartjuk a házat. Vagy legalábbis megpróbáljuk. Nagyon kemény amúgy. Gyönyörű volt. Micsoda? Mit csináltam? Barátom Germ, az apukája valami transportációs részegnek dolgozik. Rólad beszélt, hogy jöjjetek össze a Hempentörben? Micsoda, hogy ők kirúgnak csak azért, mert beszélsz róla? Az legális? Hát az, hogy mi legális, az nem mindig... fontos. És tehetsz bármit? Hát...
De milyen Unionról beszélnek? Ez valami más. Tehát, hogy igen, szükségünk van arra. Csak könnyebb mondani, mint megvalósítani. Ez a Unions, ez nem tudom, hogy micsoda hallod, ez valami szövetség téma lehet, nem? Mindjárt megnézzük. Egyesülés, egyesület, szövetség, unió, szakszervezet. Szakszervezetet akarnak. Ó. Tehát, hogy igen, volt szakszervezet a bányákban, meg a gyárban is, legalábbis egy ideig, de itt... A szakszervezet meg gondolom arra van, hogy a melósoknak az érdekeit képviselje. Igen, én is erre gondolok. Szépen énekeltem oda. Melyiket? Büfisz, nem lehet, azt hallottad. Oké, itt teszek ma vacsorára. Wow! Hogy lehet ez? Ilyen alkalomból. Hát anya azt mondta, hogy csinálhatnánk reggelit. Ó, jó hangzik. És beszélni akartam néhány dologról. Oké. Talán a te dolgodról is beszélhetnénk, csak egy nagy ilyen dolog sessionben. Ez jó hangzik, kis cica. Szeretlek, apa, én is téged, akkor később visszajövök. Elmegyünk a hídra, megnézzük, hogy mi van kint a hídon. Értem már, igen. A Jörnek a rokonai is erről beszéltek, hogy szakszervezet kellene. És itt vajon mondok valamit, hogyha itt lógok? Nem. Máshogy alakultak az előző végigjátszásaim, esküszöm. Nem feltétlen így értek véget. Nem emlékszem erre, hogy itt mászkáltam volna. Vagy legalábbis nem így. Vagy nem is tudom. Valami más volt. Ezért most így furcsállom, hogy mi a fene. Van ennek a játéknak, ennek a végigjátszásnak a végén. Mert ugye sokféleképpen is végigviheted. Nem annyira sokféleképpen. Hé, maga mit csinál itt? Mármint, hogy te mit csinálsz? Itt dolgozom mi. Ja, sóhajt egyet. Mi a baj? Hát, nagyon sok furcsa hívásom volt ezen a reggelen. Ó, hoppá, vért elnyomtam. Kérdés. Nem láttál esetleg? Na, mindegy. Menj, csinálj, akármit is akarsz csinálni. Rendben, úgy lesz. Mi? Köbb már ki. Vigyázz magadra, csak légy óvatos. Hát egészen idáig ezt még meg sem fontoltam. Ne hülye, mi? Oké, most már köszönöm, viszlát. Molly nagynéni. A szuper zsarú. Itt van Salmers, hey me. Mi a helyzet, Salmers? Jól vagy? Azután a felsérülés dolog után? Igen, jól vagyok. Csak fáj a fejem. Vannak ilyen migrén tablettáim, hogyha lenne szükséged rájuk. Nem, ez nem migrén. És azoktól a dologtól pisilned kell. Az a koffein miatt van. Hogyha bármikor pirulákat szedsz, akkor attól pisilni fogsz. Az a koffein miatt van. Ezt nem is tudtam. Hát, gyógyszertárban dolgoztam. Ó, rendítsek. Hát, hogyha bármikor fájna a fejem, vagy pisilnem kell, akkor majd eljövök. Majd át fogok jönni. Bármikor, szomszéd. Tök jó, ma nem is mesélt izét. Verset. Micsoda, hogy ez nem válaszolja meg a kérdést? De igen, ez nagyon rendesen is megválaszolja a kérdést. Micsoda, hogy ez a rengeteg kősó nem a probléma? Nincs elegendő terrautunk ez a dologhoz. Ja, igen, hogy itt a dombokon lecsúsznak az autók, ugye? Igen, persze. Hogyha jön a tél, meg a hó, meg minden, nincs elég só ahhoz, hogy meg terrautó, meg minden. Hó jön. Idén elég szar lesz, mondja a szomszédunk. Hát gondolom, miután nem nagyon etettük meg a lyukat, ami a bányában volt. De viszont a bányának a izét, azt kiírtottuk, nem? Amiről mondták, hogy ő volt az első fickó, aki leugrott oda, mert úgy, utána át tudott menni a falakon, meg ilyesmi. Szerintem ő volt az, akit kicsináltunk a végén, nem? Én legalábbis úgy sejtem. Aztán a fenet ugye lehet, hogy baromságot mondok.
Remélem közben elaludt mindenki, mert itt most már csak ilyen chill out van a játékban. De nem, még megbeszélünk mindenkivel minden. Megnézzük Pásztor Kétet, Miss Rózát, megnézzük a horgász fickót, anyukánk ma szabadságon van, benézünk ide a könyvtárba. Így elsz az erről? Nektek se kell aludni, mi? Ó, oh, ide le lehet feküdni? Nem, ide csak le lehet ülni. Itt volt a nagypapánk a múltkor. Nincs szerencsém. Na. Majd nagyon szeretem ezt a játékot, de tényleg így belegondolva. Nagyon-nagyon sok mentális betegséget lehetett észrevenni, és nagyon sokszor lehetett azonosulni a karakterekkel. Szerintem legalábbis. Biztos ti is voltatok már olyan helyzetben az életetekben, amikor valamelyik karakternek a bőrében tudtátok volna érezni magatokat. Akár B-nél, hogy befordult, mert elvesztett valakit, vagy akár M-nél, akinek ez a szorongásos, depressziós problémája van, hogy így... Meg ez a... Jaj, hogy hívják ezt, amikor félsz az új emberektől, meg társaságban lenni? Nem egyszerűen introvertált ő egyébként, hanem hogy ez valami betegség is, hogy abszolút nem tudod beilleszkedni az egyetemen se sehol már. Tehát, hogy ott is inkább csak át akart aludni a napokat, és nem tudod teljesíteni. Nem, az antiszociális az más. Az más jelent. Az antiszociális szó az azt jelenti, az inkább egy amolyan, nagyon közeli a pszichopatához. Szevasz, Daniel, üdvözöllek. Érted, hogy mire gondolok. Az antiszociális ember nem törődik más emberekkel, tárgynak tekinti őket, és a saját sikerét helyezi inkább előnybe, mint bárki másért. Úgy mondom, hogy lazán átgázol rajtad, lazán kihasznál bármikor, és nem fogja érdekelni az antiszoc embert, hogy te is egy érző emberi lény vagy. Általában úgy szokták használni az antiszoc jelzőt az emberekre, mint hogyha valaki nem akarna nem akarna annyira társalogni, érted, közösködni más emberekkel, pedig nem erről van itt szó. Az antiszociális szónak más a jelentése, mint ahogy az emberek használják. Nem mindegy, amikor jön a tél és a víz befagy. Micsoda, megnyugodhatnak itt a halak. Mert hogy az alagút nem egy elöntött rom, hanem egy otthon, egy hely, ahol lehet csinálni dolgokat. Léci, mennyi lel? A agorafóbia, az meg nem az a izé? Jaj, igen, az valami olyasmi. Azt mindig összekeverem a nagy terektől való félelemtől, de közben meg az meg pont az az emberes, ugye? Azt tudom, hogy mindig össze szoktam keverni. Vajon ott hátul megtaláljuk a tiniket? Csak ránéznék még itt. Mi a helyzet, Daniel? Üdvözlünk. Az antiszociális emberektől óvakodjatok, hogyha tudtok. Általában ők azok, akik mocskosul kihasználják az embernek a kedvességét, vagy bármit, amit akármi, amire szükségük van. Átgázolnak rajtad és elveszik, tök mindegy, mi legyen az. És egyáltalán ne se szarják, hogy te utána hogy érzed majd magad. Bármiről lehet szó. Akármiről. Agorafóbia az igazából a tömegtől való félelem. Igen. Nincsenek itt a gót, gyerekek. Szerintem te kevered? Szerintem meg te kevered. Őszintén szóval sokban hasonlítok mélyre, mármint hasonlók a szociális problémáink, csak jobb nem jutott eszembe. Na, az is lehet, amit lemondasz. Húg, nézz utána. Hey, Pastor Kate. Hát, szevasz, mi? Mit csinálsz? Hát csak takarítok. És hogy ment a tanács szavazás? Vesztettünk, én vesztettem. Igazából csak én voltam az egyetlen, aki nagyon szerette volna ezt elérni, és pusolta, nyomta ezt a dolgot. Itt van nekünk ez a csomó üres hely. Olyan sok mindenre használhatnánk, de... Maga megpróbálta mindent, amit tehetünk, és aztán a jó Isten majd megjelenik, amikor neki meg kell. Rusza barátom volt, az enyém is. Nekem is a barátom volt.
kell segítség, hogy feltakarítsa ezt a helyet? Az kedvesen, de mi? Van egy gerebjém. Ó, most éppen nem tudok segíteni, de... Fussámi. Ja, még dolgunk van a városban. Mi volt ma, vagy hogy vagy még ti... Mi? Mi volt ma, hogy vagy még... Ti a cseten, hogy vagytok? Daniel, ez nehéz volt dekorolni. Hát ma minden volt, ma befejeztük a Donkey Kongot, meg befejezzük ezt a játékot is hamarosan. Amiről te beszéltél, a szociopata, nem az antiszociális. Esküszöm, hogy meg fogom ezt nézni nektek. Hogyha felmegyünk ide... Hey, itt van Lórián. Jól vagy? Hey. Most nagyon ilyen brain fartom van egyébként. Most rohadtul elgondolkodtatok, nem tudom már. Alig tudok beszélni egyébként, rohadtul fáradt vagyok emiatt a szar projektzáró miatt, ami holnap van. Na mindegy, megpróbálom lefordítani még a játék végén. Szóval hallottam, hogy kórházban voltál, vagy ilyesmi. Haha, igen. De miért? Micsoda, hogy beestem valami völgybe, amíg éjszaka keresztül futottam az erdőn? Miért? Hát, egy halálos szekta. Üldözött, ami ilyen elég konzervatív nagybácsikból állt. Rendben, nem kell, hogy elmond. Nem hiszi el. Szóval, tényleg jól vagy? Igen, csak nagyon furcsa napok voltak. Oké, aggódtam ám. Ó, én szuper kemény vagyok. Semmi sem fog elkapni a közeljövőben. Az jó, az jó. Kíváncsi vagyok, hogy bármikor rájönnek-e, hogy kik voltak azok, akik helyben hagyták a srácokat. A srácokat? Hát a... Azt a freskót az alagútban. Ó, azt én csináltam. Micsoda? Miért? Nem tudom. Ez nem egy indok. Na, például Lóriemnek meg ilyen szociális problémája van egyébként, mert ő meg nem tud kapcsolatot teremteni az emberekkel. Miért érdekel téged ez ennyire? Hát a srácok azok. A srácok, azok szentek. Mi van? Miről beszél? Nem szarakodsz a srácokkal csak úgy. Hát mert ők a részei ennek a helynek. Ez az egész hely királyon elcsöszött, és senkit nem érdekel. Azt akartam, hogy valaki vegye észre a dolgokat, amik nincsenek rendben. Ez a város olyan, mint egy horrorfilm, aminek soha nincsen vége. És még csak nem is egy jó horrorfilm. Hát igen, lehet, hogy szívás. De ez a mi horrorfilmünk. És az azért elég király, nem? Milyen horror filmet szeretnél, hogy milyen legyen? Nem tudom. Egy romantikus vígjáték. Mindenki tiszta és ilyen fényes helyeken él, és mindenki csinos, és csókolóznak. Hát de azokat szörnyűséges végigülni, és aztán a végén gyűlöld az összes szemét a képernyőn. Ja. Mindegyikük eléggé gyűlölhető. De az oké, hogyha gyűlölöd őket, mert nem igazi emberek. Igen, ilyen elképzelt emberek, ők nem számítanak. Úgy értem, hogy a színészek, én is. Ja, oké, szóval, hogy... az ünnepekor csinál valamit a családod? Hát... Apukám általában elmegy, amikor a izé van, mármint, hogy nincs otthon. Amikor ez a hálaadás van, de hazajön a leghosszabb estére. Hát akkor el kéne jönnöd hálaadásra az én házamba. Jaj, nem. Gyerünk már! Van 4 székünk, és még mindig csak 3-an vagyunk. Az a másik szék általában csak szemét van rajta. Nem, azt nem lehet. Miért nem? Haf.
Rendben, 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 rendben. Hey, hey, oké. Okay. Beszélhetünk később is róla. Jaj, teljesen felhypolta magát, hogy emberekkel kell találkoznia. De látjátok, ez is egy ilyen betegség dolog. A játék nagyon sok ilyet mutatott be. Jól vagy, tehetek bármit? Nem, jól vagyok, csak itt kell lennem, itt kell ülnem és ki kell fújnom magam. Kicsit csöndben kell lennem. Jó van, akkor békén hagylak. Találkozunk holnap valószínűleg. Mi? Igen. Kösz, hogy lógtál velem. Nem probléma, kölyök. Próbálj addig nem felgyújtani valamit. Na jó. Hát igen, mert a freskót azért elintézte. Kaptunk egy horror show achievementet. Szokott lenni egy fickó valahol itt a tetőnő. Most hova lett? Eltűnt innen. Nézzük meg a másik zenészt. Jól van, Daniel, vagy Daniel, bocsánat, semmi baj előfordul. Mindenkivel. Én sem tudok például normálisan írni gyakran. Itt le lehet menni? Szokott itt lenni a városban valahol egy ajtó, azt meg kell találnunk. Itt van a szobor. Ja, itt van a janitor, a karbantartó. Hé, hey, maga az! Jep, jep. Legalábbis mostanra. Ugye soha nem találtam ki a nevét. Hát én vagyok a karbantartó. Én takarítok, meg én javítok meg dolgokat. Akármi, amire szükség van. Ó, oké. Okay. Szóval, milyen volt megint otthon lenni? Vagy milyen újra itthon lenni? A dolgok úgy vannak, ahogy emlékszel rájuk? Hát nem. Nem tudom. Nem is emlékszem mára. Úgy hangzik, mintha keresztül mentél volna valamin. Kurva anyád, a teljes személy! Mokibot, szájbarumlak innen. Innen látlak, hogy ott bujkálsz a sarokban. Mármint a gépház sarkában. Ott is elére a lábamban. Daniel, csak beszélsz be, használta a Daninak. Daninak foglak hívni, Daniel. Jó, oké. Néhány reggelen annyira öregnek érzem magam, mint ezek a fák itt hátul. Hát ugye valami rossz, valami hatalmas tényleg történt, és úgy érzem, hogy... úgy kellett volna felkelnem ma, mint hogyha... Nem tudom, tanultam volna valamit, de nem tudom, hogy tanultam-e bármit is igazából. Hát... Az én tapasztalatom szerint a nagy dolgok nem tanítanak neked semmit, de... Vagy hanem valamivé változtatnak, és néha egy kicsit várnod kell, hogy lásd ennek, hogy mi a hozománya. Na mindegy. Az öreg most le fog lépni, mert hogy a Smelters játszik ma este. Akkor viszontlátásra. Aha, igen, igen, igen. Jól van. Várjon, honnan tudja az én nevem? Jaj, ne, lehet, hogy egy janitor is benne van a szektában. Mr. Janitor, Lord Janitor, Bob Janitor. Gondolat. Talán karbantartóként is elhelyezkedhetnék, és tökre élvezhetném. Itt az All Pickaxe, de ma mindenki Szabin van. Ma senki nem lesz itt. A hangok sosem hazudnak. Ez kicsoda. Még soha nem láttunk békát a városban. Hát, az ősznek tényleg vége lesz. Nézd, hó esik a városban, most nézem. Na hát, elkezdett havazni. Tényleg úgy tűnik. Hát, magát én még soha nem láttam itt előzőleg. Nagyon sok időt töltök házon belül. De jó egy kis szünetet tartani. És szeretem a hideget. Brisk? Az nem tudom micsoda, de az van ma. Brisk. Ezt meg is nézzük, hogy mi az. Reggelt Breki úr? Szevasz Breki úr. Brisk. Próbálom, de nem. Nem, itt nincs olyan szó, ami ehhez
illene. Fürgét jelent, de nem tudom mi. Igen, szerintem is valami cidrire gondolhatnak. Néha állok a hidegben, kint vannak a karjaim, és hagyom, hogy a szél fújjon. Az egy kicsit attól kiráz a hideg. Aha. Így? Igen. Működik? Nem, még mindig meleg. Hát, hogyha nem akarsz megfázni egy kicsit, akkor menj, vegyél egy kávét, vagy forró csak itt, vagy valamit. Ez a végtelen ciklusa az életnek. Kényelmes. A végtelen kis kényelmes életciklus. Jeez. Észre sem vettem, hogy mennyire kezd itt hideg lenni, amíg nem említette. Hát te havazik. Tudom. Sajnálom. Nem kell, hogy bocsánatot kérjen. Kanadából jöttem. Úgyhogy bocsánatot kell, hogy kérjek. Én most már lerakom a karomat. Az valószínűleg egy jó ötlet. Teljesen kifutott a vér a karjaimból. Oké. Okay. Zsibbadt karok. Jól van. Jól van mi. Nézzük, Angus dolgozik el. Nem, senki nincs ma ideben. Üres az egész videótéka. Ez hol normális? Szent Isten! Egy takóhely! Ez a legkirályabb dolog, ami ezzel a várossal történt. Mióta... Micsoda, hogy megszabadultak attól, azoktól a kígyóktól az vagy a vacsorázó helyen? Mióta van internetünk? Legyen ez. Még mindig ezt a cyberhalat használtuk 2 évvel ezelőttig. Mi ez a cyberfish? Mert hogy itt örökösen 2 évtizeddel le vagyunk maradva. 3 napba telik, hogy letorrentez egy filmet. És egy nap, hogy egy gifet betölts. Barbár idők. Jó Isten. Halad a világ, halad az élet. Úristen. És házhoz is szállítanak. Kieszem a szart is, a takóból mondjam én. Az igen. Ez nagyon rosszul hangzik magyarul. Szóval te most egy ilyen takó srác vagy? Tehát, hogy felvették a csávot, hogy egy takó kézműves legyen, de... Gondolom ez most azt jelenti, hogy kint a hóban tartom a táblát. Hát azért annyira nem havazik, de havazik. Hó van az égen, és esik. És milyenek itt a takók? Hát ez király, én szeretem a takót. Szia, Daniel! Jó éjszakát! Nincs még egy fickó a földön, aki nem kedvelné a takót. Rossz hírek. Az exem utálja. Hát jó hírek. Ő már az exed. Na mindegy. Érezd jól magad a takóval. Hát legalább fizet. Takóbug. Dine in, dine out. És szállítunk is. Itt is lehet kajálni, meg kint is, meg elvitelre is, meg szállítunk is. És léci, a futároknak adjatok zsetont, mármint hogy borravalót, vagy mi az. Hiányzott a pizza hely? Miért nem próbáltok ki egy pizzatakót? Wow, ez nagyon királyú hangzik. És még salátás is van. Nem, azt elutasítom. Egy már innen kölyök dolgozom éppen. De szar lehet egész nap így skandálni a reklámon. És a Smelters játszik ma este, és nincs itt egy fickó, akivel beszélni lehetne róla. Te meg ki vagy? Nem láttál még itt a környéken? Nem. Hát én észrevettem magát. Ez nem furcsa vagy bármi. Kicsit hideg van, hogy kint álljunk, nem? Valakinek állnia kell itt is. Hé, te Smelters fan vagy? Nem. Hát akkor... Én biztos nem mondom neki, hogy az vagyok, mert akkor napestig itt beszélgetünk a Smeltersről. Nem tudom, hogy hol volt ez a másik fickó, ő letíthagyta a várost. Hogy mehetnék ide fel? Tuti kell valami mód. Ott is van, nézd.
Ez is most itt füstszál, mert beindították azt a takós helyet alul. Egy, kettő, három. Itt egy néni, beszéljünk vele. Mi van a hírekben? Hát, hogy hideg tél lesz, a legrosszabb már évek óta. És azt hogyan tudják megjósolni? Micsoda? Hát a jövő az ilyen kitaláció, mondja az öreg asszony. Jól van, én nem akarom megzavarni. De hogy megyek fel a következő szintre? Várjál már. Egy, kettő, három. Ja, hogy innen lentről. Biztos, hogy itt fel tudok mászni oda? Nekem ez nem rémlik, hogy itt felmehettem. Oda a tetőre felmehettem viszont. Jó Isten. Na várjatok, lehet, hogy nem innen kell menni. De jó, egy olyan izé is. Ilyen karácsonyi dekoráció is volt. Szerintem még jobbról kell megindulni ehhez. De csak itt lehetett feljönni, mert máshol nem nagyon. Egy, kettő, három. Bezárták azt a helyet, ahol felmehettünk, mert... Hát itt nincs olyan hely, ahol felugorhatnék. Itt vége van a felmászásinak. Nem törhetek be egyik lakásba sem. Na, ilyenkor szerintetek mi van? Ja, hogy legyen valami fej. Jaj, megvan! Megvan, már tudom, hogy hol lehetett oda. Na persze, itt. És ezt most lezárták Gregéknek az épületét. Ó, akkor soha nem mehetünk fel ott a tetőre. Menjünk a snack falkon. Ó, ne, wait. Nem, mert a Germhez elmegyünk. És csak Greg dolgozik itt. Mármint, hogy mindenki más szabít vett ki erre a napra. El kell mennünk az utolsó dalt elpróbálni még. Itt van még a diner is. És így se történt most semmi. Hogyha ide kijövünk, lehet, hogy itt lesz Germ. Be lehet menni még a izébe? Wow, de miért? Azt a mennyi pockány van. Vajon ezeket én telepítettem be? Oh, babáim! Igen, az én kis patkány babáim. Hát most már nem annyira kicsik. Megcsináltátok, kiszabadultatok. Ez egy csoda. Ezt a pillanatot most egy kicsit élvezni fogom. Jaj. Milyen aranyosan elszabadítottuk a patkánypoklot a városban. És hogy örül nekik, meg hogy élvezi. Ott ücsörög. És vajon mit tesznek a pockányok? Kirágják a izét? Úristen, nézd meg, mindenhol ott vannak. Megint a káosz. Mének egyébként ilyen dükkitörései is voltak. Egyértelműen az anger managementje az nem volt rendben, hogyha belegondoltok. Hányszor volt olyan, hogy egyszer csak türelmetlenné vált, vagy nem bírta a nyomást, és így például a fánkos helynek a WC-jét is összezúztuk, ugye? Meg volt még egy másik ilyen jelenet is. Úristen. És ez már szerintem az ötödik ilyen betegség, amit megemlítünk. Mármint nem csak mével kapcsolatban, hanem úgy mindannyiójukkal kapcsolatban is. Mondjuk Angus egészen rendben van. De Bee is tutira egyébként elég depressziós személyiség azok után érthetően, ami történt vele. De ezt majd a következő végigjátszásra adjuk. Na nézzék csak, ki van itt életben és jól. Ez egy meglepetés? Nem. Csak úgy tűnik, hogy releváns. Na mindegy. Hát akkor oda nézzenek, hogy ki van életben és jól, te is. Ez igen. Meg akarsz lógni innen? Próbáljunk? Igen. Szerintem mindent megnéztünk, amit meg kellett a városban. Még lóghattunk volna, úgy emlékszem, Lóriemmel többet. De nem tudom, hogy hogyan misszeltük el a végigjátszáskor, hiszen azt hittem, hogy kb. Mindent megcsináltunk. Jézusom, ez az ajtó soha nem fog jobban szorulni. Úgy tűnik, hogy rosszabb, amikor hideg van. Én annyira készen állok a hidegre, mondja még közben. Gyűlölöm a telet, mondja Greg. A tél igazából elég király. Még senki nincs itt. Lusta szarok, mondja Greg. Mint hogyha nem is akarnák, hogy ez a
zenekar, ez a banda sikerrel járjon, vagyis hogy sikerre menjen, vagy fusson, mit tudom én. Bocs, elfáradtam. Hát, egyáltalán hol játszanánk, hogyha akarnánk? Nincs ötletem. Fort Lucemben, az micsoda az a hely? Valami légiós, csarnok van ott. Váv, azok királyok voltak. Mi lennék most már az öregek? Mi van? Itt valami emléket idéztek fel szerintem. Szóval, jól vagy? Hát gondolom, egyes. Nem igazán, kettes. Hát, hogyha mély lennék, akkor azt mondanám, hogy gondolom. De... lehet, hogy nem igazán van jó. Szerintem ezen a napon úgy egész jól alakult minden, nem? Egyes? Gondolom. Legalábbis amíg meg tudom mondani ma. Ja. Gyanús. Szerinted ki tudnak jutni azok a fickók a bányából? Hát szerintem elég gyorsan ki fog derülni majd. Észrevetted, hogy bárki hiányzott volna ma? Oh shit, az egyik smelterzes csávó. Basszus. És a zenés se volt ott a tetőn. Jó Istenem, most jut eszembe, tényleg. De hülye vagyok, bocsánat. Tehát mindjárt elalszom itt konkrétan. Hát ki nem volt még a helyén? Hál' Istennek a Fisherman a helyén volt. Miss Rosa nem volt a helyén, de az most mindegy. A Tinikkel sem találkoztunk, a kis gótokkal sem, de szerintem az is mindegy. Ki nem volt még a helyén? A Janitor is a helyén volt, hál' Istennek, ő sem maradt bent. Azt a mindenit, nem tudom, de... nem hiszem, hogy egy csomó közülük olyan fickó lett volna, akit ismertem. Hát, ha sose tudod megmondani. Sosem tudod megmondani? Miért ez a dolog gyakran megtörténik veled? Hát, állandóan. Szóval... nem is igazán értem, hogy mi a franc történt ott lent veled, és a tök mindegy akármivel, ami ott volt lent. Az apáknak a gyilkos szektájával egyes, a kozmikus szörnyűséggel kettes. Az öreg szomszéd. Hát, azt látod, nem. Nem láttuk, de ő egyébként is csak a játék elején, meg a végén tűnt fel, úgyhogy róla nem tudhatjuk. Kettő-kettő, a kozmikus szörnyűség. Ja, az. Hát, az öreg. Valami öregebb, mint bármi, amire gondolni tudnék, és érzed őt bent, és ez egy lyukban él, kint a városon kívül? Igen. Nem. A dolog a lyukban. Jó Isten. Elvesztettem a fonalat. Rendben van. Olyan, mint egy ilyen terasz lámpa, amiben van kapcsolva, és igen, így körülötte ott hemzsegnek a bogarak, és aztán a fény kialszik, és van ott egy lyuk, ahol a fény volt. Körülbelül ez történt velem ott. Ahogy meséltem neked a kanapén a múlt este. Mi? Hogy ez múlt este volt? Olyan, mint hogy 2 hete történt volna. Ja. Milyen furcsa ősz volt ez. Hát igen. Még a múlt estétől eltekintve is. A legfurcsább néhány hete volt az életemnek. Hogyha tudnád. Elmentem Germ házához a múltkor, szent szar. Én még soha nem voltam ott. Ó, nagyon kedves hely, fent van az erdőben, és van egy trambulinjuk. Ó, de szerencsés! Szóval a nagymamája jósolt nekem egy kicsit. De lehet, hogy csak azt hallottam, amit hallani akartam, vagy ilyesmi. John nekem is jósolt egyszer, talán ez egy ilyen családi dolog. Egyes, mit jósolt, mit mondott? Kettes, mit, vagy hogyan csinálta? Szerintetek? Még tök sokan itt vagytok ahhoz képest, hogy már 1:10, mindjárt 1:42, hogy bírjátok ezt? Egyes, 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 kettes, egyes. Mit mondott? Hát, hogy meg fogok halni, hogy el fog ütni egy busz. Hát, ez eléggé lehúzós, hogy mondjam.
Szóval, ő mit mondott neked? Mármint a nagyi. Hogy mi az, hogy squint? Mi az, hogy squint? Ezt a szót nem ismerem. Hát, hogyha... egy kicsit kancsolítasz, bungee-tasz, akkor kb. Azt mondta nekem, ami múlt este történt. Nagyon illetlen volt úgy velem úgy egészen bent, tudod, de agyi problémák, bleh. Hát attól még elég ijesztő volt, és oké, szóval van itt ez a másik személy. Az a lány, Lori, akivel lógtam. Ki az a Lori? Lori Mayers, 15 éves, kint él a sinek mellett. Micsoda, te most már tinikkel lógsz? Kell neki egy ilyen role model, egy példakép. Ez kedves tőled, haver. Szóval dolgokat csináltunk, vagy azt a dolgot csináltuk, amikor ezeket a kis fém, nem tudom, katonákat rakod a sinekre. És aztán a vonat ugye elüti őket, és így ilyen deformáltá válnak. Ja, azt én is csináltam. Csak izével. Egycentesekkel, meg kétcentesekkel. Tehát, hogy érmékkel. Gondolom, hogy nem gondolkodtam elég nagyban. Györmek a nagymamája, és az az egész. Mint hogyha lenne... valami dolog ez alatt, ami összetartana mindent így egészben. De nem azért, mert hogy törődik velünk. Az a dolog ott a lyukban, a kísértett álmok, vagy akármi, amikre már alig emlékszem, és még Possum Springs is, hogy sokkal több munkánk volt régen, meg emberek, meg dolgok, és most meg nincs. Szevasz, kifa! Üdvözöllek! Mi a helyzet, hogy van? És az egész igazából senkinek sem a hibája. Mindenki, aki itt van. És most legalább, amikor Lorival azokat a kicsi játék fickókat lapítottuk ki, nem voltam, hogy wow, de hiszen ezek mi vagyunk, nem tudom. Ilyen, ez az egész olyan, mint az álombéli logika, vagy akármi. Hát tényleg úgy is hangzik. Úgy érzem, hogy ott vannak ezek a hatalmas, mint ahogy a mik ezek a millek, tudjátok, a malmok. Tehát igen, mint amikor a malmok, meg a bánya ugye be is zárt, de aztán ott voltak lent ezek a seggek az alagutakban, azt gondolván, hogy ezeket visszahozhatják. Vagy hogy senki nem megy már ugye a templomba se, de hogy a jó Isten majd vissza fog jönni, meg ilyenek. Vagy mint amikor nyitva hagyod ezt a bárány dolgot. Mi ez a bárány dolog? Hey! Ja, igen, igen, erről mesélt, erről a bárány, a sztoriról ugye Greg. Számukra a kapu eltűnt. Számodra meg a bárány ment el, és ez az egész baromság, és mi? Hát, elvesztettem a fonalat már megint. Össze-vissza beszélem én, de igazad van. Tényleg nagyon furcsa heteid voltak. Szükséged van valamire. Ja, haver. De várom már a leghosszabb éjszakát. Valami, hogy így újraindítsunk mindent. Van egy csomó ilyen longest night-os, vagy night-os cuccunk melóban. Eljöhetsz oda. Korábban és korábban, minden évben. Micsoda? Ja, és amúgy igen. Egy ilyen pockány fertőzést is indítottam a városba, inváziót. Micsoda? Hát, ez az egyetlen jó dolog kb. Ami történt. Hope Springs. Na mindegy, igen, szóval, hogy szaporodnak a pockányok. Ez nagyon költőies volt, költői volt. Extrém költői vagyok. Megölték Casey-t. Igen, megölték, tényleg megölték. Próbálok nem erre gondolni. Elmondjuk a szüleinek, szerinted? Hát mit mondjunk nekik, nem tudom.
Rosszabb, hogy hagyjuk nekik azt gondolni, hogy életben vagy van. Melyik a rosszabb? Vagy azt mondani, hogy egy feneketlen lyukba esett, egy alagútban, az erdőben, egy csomó olyan csávóval, akik hamarosan halottak lesznek? Egyes, el kellene mondani nekik. Kettes, nem kéne elmondanunk nekik. Meg vagyok, köszi, már kezd fájni kicsit a fejem, lassan alszok szerintem. Akkor jó helyre jöttél, ez pontosan egy alvós játék. Be akarom fejezni, pontosan nem tudom, mikor ér véget. Hát hamarosan már tényleg itt vagyunk. Egy, kettő, jó, nehéz kérdés. Hát nagyon az. Felfedeztünk egy gyilkos szektát a bányák mélyén, akik a városért dolgoztak, de a városért igazából öltek is embereket? Elég sokat? Hogy etessenek egy kozmikus, hatalmas szörnyeteget egy lyukban, ami a város szélén volt? Nagyon fura az egész, és nehezen áll össze. Hát nem tudom, hogy... Egyértelmű talán, hogy el kéne mondani, de aztán mégse, nem? Hát mert... Lehet, hogy hülyének gondolnának minket. Szerintem az lenne a legjobb, hogyha nem mondanánk el. Nem? Talán majd később, amikor majd leülepszik. Nem akarnám tudni, ha a szülő helyében lennék? Hát igen, mert most azt gondolni, hogy... Ah, igen, igen. Talán jobb azt gondolni, hogy él valahol az a gyerek. És jól van. Mint hogy azt gondolni, hogy egy végtelen lyukba dobták le. Őrült szektások. Egy bányában. Ja, igen. Igen, szerintem. Hát, ez rohadt nehéz kérdés tényleg. Kettes. Nem kéne elmondanunk nekik. Tehát egyik verzió sem érződik jónak. Hát, hogy is érződhetne? Szerintem az legalább fontos, hogy legalább mi tudjuk ettől így jelentéssel bír. Nem tudom, hogy mondjam. Talán mi vagyunk az egyetlen dolgok az univerzumban, akik törődnek valamivel, vagy akik egyáltalán képesek törődni. Szerinted ez az egész jelent valamit? Vagy jelentett valamit? Jelent valamit, Gregory? És jönnek a többiek. Úgy se hinnék el, igen. Szerintem sem. Szevasztok, babák, szevasz, édesem. Babies! Vagy egy babák. Milyen volt a meló? Ah, fáj mindenem. Kicsit nyújtóztas ki magad. Szóval... Költözhetek veletek Bright Harborba? Felkiáltójel. Azt hittem, hogy nem hagyhatod el az otthonodat. Hát... Ti srácok eléggé otthonok vagy, vagy ti is az otthonom részei vagytok, vagy hogy mondjam. Vagy talán majd inkább csak meglátogatlak titeket néha, amikor beköltöztök. Természetesen, mondja Angus. Ja, haver, az nagyon király lenne. Hé, srácok, igen. Kösz, hogy megmentettetek a múlt este úgy sorozatosan. Egyáltalán nem is probléma. Annyiszor mentünk meg, ahányszor csak kell. Hey, B. Hey, B. Fogsz mondani valamit? Nem igazán tudom, hogy mit mondjak. Mi a pokol történt múlt este? Ne is kérdezd. Nem lehetne, hogy csak játszunk egy dalt, és pizzát szerzünk, és... Majd holnap gondolkodunk ezen. Volt egy álmom, hogy a világ véget ért. Dal és pizza. Oké. Okay. Jó. Oké. Okay. Szóval, hogy valami csinál valamit, haver? Micsoda? Ja, hogy megválaszolja a kérdésed 2 perccel ezelőtt. Milyen kérdést? Egyetem, miről beszéltünk? Jaj, ne! Már sosem tudjuk meg! Jaj, ne! Azta! Hát honnan tudtuk volna, hogy miről beszélnek? Szerintem ez egy olyan ending volt, amit én még soha nem láttam. Mindenki leült és beszélgetett. Szerintem ez nem így volt legutóbb, amikor én végigjátszottam. Cliffhanger, igen. Jaj, nagyon jó volt.
nagyon jó volt ez a játék, de a vége, ilyen, hogy mondjam, körülbelül 2 hetet dolgozott fel az egész játék mély életéből, és így kb. Volt 12 nap, 14-ből, vagy nem tudom hányból, ami így tök lazán lement, és aztán volt 2 olyan, amit így nem lehet hova rakni. Milyen endingek vannak? Hát teljesen máshogy végződik az egész, hogyha például Beával lettünk volna világi barátnők, és nem mondjuk Greggel. De ezt majd egy következő végigjátszásban látni fogjátok. Volt egy csomó teszter, annyira király volt, annyira jó érzés volt ezzel a játékkal játszani, de azért nehéz is volt egyszerre. Nagyon sokat kellett fordítani, nagyon sok emlék volt így a végigjátszás során. Annyira sok pénzt szedtek össze a Kickstarteren, igen, ott írják, hogy gyakorlatilag vagy 3-szor annyi pénzt, nem tudom amennyit kellett volna nekik. Mi a fene? Lara! Atyaisten! Hasonló zseniális játékokra köszönjük az élményt. Nagyon szépen köszönöm. $50 Azt a mindenségedet. Nagyon szépen köszönöm. Ennek a játéknak a helyére mi kerül majd? Hát most mind a kettőtök előtt így úgy állok, hogy Lara is, meg te is. Mit mondjak? Mi lehet még hasonlóan zseniális játék, mint a Night in the Woods? Én nem tudom, srácok. Hasonlóan zseniális játékokra őrült vagy, Lara, komolyan. Nagyon szépen köszönöm. Nem tudom, hogy mi lehetne ehhez a játékhoz fogható. Az egyik legcukibb dolog volt, amit valószínűleg manapság, vagy az elmúlt 2 évben játszottunk. De egyben nagyon komoly is volt. Az ember át tud rajta rohanni, pontosan egy olyan játék, ami így az őszi melankóliába itt teljesen jól beleillik, de mégis, hogyha egy kicsit úgy megpróbálod átgondolni a dolgokat, hogy miket mutat be a játék, azt, hogy milyenek a karakterek benne, és hogy mivel küzdenek. Mert ugye túl sok minden nem volt, hanem ez az állandó. Elindulunk a térkép jobb széléről, és véget érünk a balon, majd visszatérünk aludni a jobb szélére. Ott van még sárga. Ugye? Tehát hogy általában ezek történtek minden egyes napon. Rip Casey. Mindennek a végén. Mindenki pizzázik. Nyugodjon békében a Casey. Ezt írtuk az utolsó lapra. És itt még meg lehet nézni ezeket. Mik voltak azok a rajzok, hogy mennyire szétestem, mert hogy csak formák, meg alakok, meg vonalak? Igen, van egy ilyen betegség, erről is olvastam, hogy ez valami depersonalizációs szindrómának hívják, nem is tudom, hogy mondjam ezt, ezt meg is nézhetnénk, csak már nagyon fáradt vagyok. Minden játék zseniális, amit te adsz elő nekünk, vagy mi. De kedves tőled, de azért például a Fallen Order nem volt annyira jó. Jaj, tényleg volt ilyen is, hogy a... De amúgy egy tök sok rajz kimaradtám. Jaj, ez félelmetes volt, igen. A Harvest is tök jó volt, amíg el nem rabolták a gyereket, aztán be nem dobták a lyukba. Egy csomó rajz kimaradt. Például azok, amik ugye B-vel történnek. Itt van Lóriem. Ott van Jerm a parkolóban, meg amikor leugrottunk a hídról, és ott volt egy opossum, Rabies, az is tök jó volt. Ezek meg a játékfigurák, amik átalakulnak a vonat által. Ja, ezek csillagképek, igen, ezek is tök jók voltak Mr. Chazokovval. Nem tudjuk, hogy kell űrsárkányt rajzolni. Bűntények, amikor elloptuk tényleg azt a robotot, és Gregék lakásába bevittük. Fú, Angus nagyon mérges volt akkor. Azt mondta, hogy tetszik, meg kedveli, de aztán a végén, miután rohadtul bűzlött, meg nem is tetszett igazából Angusnak az, hogy bűntényeket követel a pasi, amióta visszajöttünk a városba. Fú, nagyon gondolatébresztő, meg ilyen holszám volt a játék szerintem. Nagyon-nagyon sok minden történt benne. Ahhoz képest, hogy csak kb. 15-ször végigmentünk a jobb szélétől a bal széléig, ahhoz képest azért nagyon sok minden voltam benne.
itt a freskó, hogy bombázzátok le Possum Springs-t. Ez meg a izé. Ja, Istenem, és azt akkor tényleg a Lóriám csinálta? Bevallotta a végén nekünk. A végén minden a helyére került. Még azt is megtudtuk, hogy mi történt ugye Mével, hogy hogyan küldte kórházba azt a srácot a sok évvel ezelőtt, ami miatt terápiára kellett mennie, meg ilyenek. Ott voltak a pockányaink. Honey, I'm horm. Az is nagyon jó. Selmers. Rengeteget rajzoltunk. Sose iszunk többet. Tényleg a játék elején a partin, hogy összehánytuk magunkat. És utána minden szar érzetű volt. Nagypapánk, aki meghalt, kapják be a zsaruk, én akkor is fent fogok mászkálni. Lerajzoltuk Angus, Germert. Ezek is izék. Itt van a jobbra a Stalker szobor, aki kint van a házad előtt, és folyamatosan figyeli, hogy mit csinálsz. A ruhák meg a kiteregetett ruhák olyanok, mint a kísértetek. Balra meg csillagképek vannak. Itt van a letépett kar. Most már ezt is tudjuk, hogy mi történt. Ugye az egy nagy hiba volt. Amikor elraboltak valakit, azt a kart nem lett volna szabad kint hagyni, ezért meg is öltek egy csávót. Itt van Gregnek a pizza. Hú, én holnap pizzát fogok sütni. A pizza scale-je, skálája. Hú, a Die Anywhere, az annyira szép az a szám, de szeretem. Beatrice Santello. Maybe. nagyon-nagyon király, nagyon-nagyon király dolgok voltak ebben. A következő végigjátszást máshogy fogjuk megcsinálni. Az már tuti. Tutira máshogy kell, hogy megcsináljuk. B-vel és más döntésekkel. Nagyon furcsának tartom, hogy így... Ja, de még vannak DLC-k, a DLC-ket végigjátszuk. Nem ma, mert azok is ilyen egy-két estések, de mindenképpen azok is sorra fognak kerülni. És mit akartam mondani? Hogy a következő végigjátszást máshogy kell csinálnunk. Akkor más lesz az ending is egy picivel. De nem lövök le semmit. És 12 epizódot élt meg ez a játék. Majdnem egy hónapja játszik, nagyon komoly. Jelezik el Mokinek, hogy lehet csapatni? Micsodán? Bird Story, meg a Finding Paradise, az ugyanaz a kiadó. Megnéztem őket, és meg is vettem őket. Igen, itt vannak az asztalon. Jaja, azok is jönnek majd, persze, természetesen. Hát elfáradtam, srácok, és holnap nekem projektindítom van. Larának még egyszer nagyon-nagyon-nagyon köszönöm ezt a hatalmas donation. Nem is tudom, hogy mit mondjak. Hálás köszönetem. Megpróbálok hasonló zseniális játékot keresni, de olyat, mint a Night in the Woods, szerintem ez a fickó meg a felesége, ezek összerakták ezt. A fickó írta a zenét, a nő csinálta a grafikát meg a dialógusokat. Marha jó. Szuper cuki volt az egész, a humorát is imádtam. Az egészben a beszélgetések annyira valósak és életszerűek voltak. A betegségek és a témák, amikkel foglalkozik, az is. Egészen addig, amíg el nem érkeztünk a kozmikus szörnyetekhez, addig minden hétköznapinak tűnt. Valószínűleg sokkal jobban át tudják ezt az egészet érezni azok, akik Amerikában ott a rozsdaövben élnek, ahol hát pontosan ilyen kisvárosok vannak, amik folyamatosan néptelenednek el, mert ugye nem tudom, bezárják a bányákat, mert hogy nem tudom. Ja, erről is egy csomót olvastam a múltkor, a rozsdaövi városokról, ez még a Wikipédián is írva van. Leginkább azért, mert nem tudom, 100 éve, 200 éve jó ötletnek tűnt a várost alapítani, mert ott voltak a folyó mellett, és bányászat, meg fűrészmalom, meg üveggyár, meg mit tudom én, ez így tök jó ötletnek tűnt, aztán Kínából olcsóbb volt beszerezni később a dolgokat, meg a bánya meg mondjuk kiürült, és akkor ott maradnak a városok, igazából munka nincs, mert bezár minden, és hát ilyen szituációkat eredményez, mint amiket láttunk. Tehát inkább ilyen hangulatot, ilyen atmoszférát kölcsönöz a lassan elvérző kisváros, inkább így lehetne ezt leírni. Ahol egyetlen egy orvos van, és ő a fogorvos, ő a
a terapeuta, és ő a házi orvosod is, meg a gyógyszerészed. Ez azért nagyon durva, tényleg. Nagyon-nagyon komoly dolgok vannak benne, hogyha egy picit mögé gondol az ember, tényleg. Tényleg nagyon durva. Na, de mindegy. Nem húzom tovább az időtöket, remélem, hogy a VOD nézőknek is tetszett a játék. Ez az utolsó epizód, ez hosszúra sikerült, és nagyon furcsára, de azért remélem, hogy tetszett, és hogy a következő végigjátszást is végig fogják majd nézni. Jó éjszakát mindenkinek, aki már megy aludni. Én is megyek hamarosan. Hát mondjuk még lehet, hogy egy kicsit felneszek. Még átnézek egy-két e-mailt, amit el kéne intéznem holnapra. Meg hát amúgy is. Stream után mindig fent szoktam lenni még egy kicsit. Van még valaki ébren ilyenkor? Holnap csütörtök, ugye? A csütörtököt szeretem, és pizzát fogok sütni. Évek óta nem sütöttem pizzát, 2 éve inkább így mondanám, úgyhogy pont itt van az ideje annak is.